Köszöntöm kedves nézőnket, önök a Terézvárosi Magazint látják itt a hatos csatornán. Ez a 2018. év utolsó adása, úgyhogy hagyomány tisztelő emberként itt van velem megint a stúdióban Terézváros száguldó riportere Szalai Zsolt. Így van, itt vagyok, és ezúttal utoljára köszöntöm ebben az évben a terézvárosi kedves nézőket, ezúttal innen a stúdióból. Milyen éved volt? Száguldó évet zártunk, mint minden évben idén is Terézvárosban nagyon sok külső esemény történt. Hogy említsem meg rögtön az elején a Terézvárosiak napját, a 6.-ó 6-át, ami nagyon kedves volt számomra, mert az egész nap folyamán kint voltunk a Hunyadi téren, és én lettem ennek a házi asszonya. Viszont azt gondolom, hogy te is sok olyan eseményen ott voltál, illetve olyanokon, amelyeket megszoktak a kedves nézők. A szombat délelőttök, illetve a szombat délutánok a Hunyadi téren. Hát amit most már mondhatom, hogy kedvencem, mert gyakorlatilag rekordot döntöttem, mert szinte egyedül vagyok az, aki minden koncerten ott voltam, és tudósítottam a kedves nézőket. De egyébként a Hunyadi téren nagyon sok esemény történik, tehát minden évszaknak megfelelően van valami olyan dolog, amivel hívja az önkormányzata a kedves nézőket, ilyen a buskátli osztás. Ez a tavaszi, a tökfaragás ősszel, ugye, tél kezdetén, most kint van a korcsolya pályánk. Így van, és nyáron pedig a Hunyadi tér, illetve egyéb külön események. Ne feledkezzünk meg a terézvárosi búcsúról sem, amely ebben az évben is meg lett tartva, és formabontó módon ebben az évben az összes kitüntetetről filmet, illetve az összes kitüntetetnek egy kis filmet készített a stábunk. De volt bogányi koncertünk is például. Ami ezúttal hála Isten esőmentes volt, és nagyon-nagyon sokan látogattak ki a Zeneakadémia elé, és nagyon nagy megtiszteltetés volt Bogányi úrral találkozni, és egy kis exkluzív interjút csinálni. Volt autómentes nap is, ahol természetesen a terézvárosiak képviseltették magukat ebben az évben is, és az autómentes napon egyébként mindenki nagyon jól érezhette magát, de volt színházak éjszakája, ami szintén csak érinti a kerületet, és még... Igen, nagyon sok évfordulónk volt ebben az évben, hiszen 10. alkalommal rendezte meg az önkormányzat a Széchenyi Fürdőben az egészségnapot, de a 25. egészségnapot tartottuk a 5-ös 10-ben. És van még 2 25 éves jubileumunk, hiszen a Terézénó, a Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona is 25 éves lett ebben az évben, és a terézvárosi családokat, illetve a terézvárosi nehéz sorsú családokat megsegítő családok átmeneti otthona is 25 éves volt ebben az évben. Természetesen ezúttal sem maradhattak el a felújítások, amit az önkormányzat végzett el a intézményekben, iskolákban, óvodákban. És ne feledkezzünk meg az egészségügyi intézményekről, hiszen az összes rendelő megújult, egységes arculatot kaptak, és magában a Csengeri utcai rendelőben is hatalmas beruházások voltak, energetikai beruházások, ablakcserék mai napig is folynak, és nagyon sok új készüléket is vásároltak az egészségügyi szolgálat számára a Terézvárosi Önkormányzat adta lehetőségekkel. És közben természetesen voltak új óvodavezetők választása, új intézmények választása. Nagyon-nagyon sok minden történt Terézvárosban, amit lehetetlenség most tulajdonképpen ebben a 3 órában is megmutatni. Eszembe jutott még, hogy még volt egy jubileumunk, hiszen a Terézvárosi Tóth Aladár Zeneiskola 115 éves volt, és az is egy csodálatos ünnepség volt Vásári Tamással és neves művészekkel. Azt gondolom, hogy a zenei nevelés a gyerekeknek legalább annyira fontos, mint amilyen a nevelő-oktató munka, ami fantasztikus Terézvárosban. Most tulajdonképpen szívem szakad, hogy nem tudjuk megmutatni mindezeket, amiket most felsoroltunk, hiszen 3 óra nagyon kevés, és 3 órában nem fér bele egy év összes eseménye. Azért megpróbáltunk válogatni belőle, reméljük, hogy a válogatás tetsző lesz az önök számára. Olyan eseményeket próbáltunk most összeszedni, amelyek a közösségi életet építik itt Terézvárosba, ahol én azt gondolom, nagyon jó élni és együtt dolgozni. Köszönjük, hogy velünk voltak, köszönjük minden társintézménynek a sok-sok segítséget, a lehetőséget, a pedagógusoknak, az intézményvezetőknek, a dolgozóknak, a türelmet, amivel minket fogadtak meg, a stábot fogadták, reméljük tudtunk önöknek élményt nyújtani. Köszönöm szépen a munkádat neked is. És természetesen továbbra is várjuk a közintézményeket, a terézvárosi lakosoknak az ötleteit, hogy hová érdemes elmennünk, és mit szeretnének, hogy megmutassunk a
kedves nézőknek. És mielőtt megtekintenénk, hogy mi is történt az évben, engedjék meg, hogy megköszönjem a kedves munkatársaimnak az áldozatos munkáját. El sem tudják képzelni, hogy hány munkaóra van egy-egy adásban, hány átvágott éjszaka, hány forgatott anyag megtekintése, hány száz munkaórát öltek bele időben, energiába, hogy minél szebbek, színesebbek legyenek az anyagok. Az az igazság, hogy ez a munka 24 órás. Itt, amikor bejönnek a munkatársak, nem tudják, hogy aznap este éppen mikor kerülnek haza. Mint ahogy azt sem tudhatjuk sokszor, hogy melyik helyszínre és hány órát kell kimenni forgatni. De ettől szép a televíziózás. És azt gondolom, hogy azok az anyagok, amik örökre kerülnek, azok mind-mind kerekek és egészek, és bemutatják, hogy milyen élet is folyik Terézvárosban. És ha már említetted, hogy mennyi munkánk van egy terézvárosi magazinban, akkor most nézzenek meg a kedves nézők Gersenbe Zsuzsi által készített kis kulisszát, hogy hogyan is készül a magazin. Kedves nézőink, önök a Terézvárosi magazint látják itt a hatos csatornán, ez az év utolsó adása, ebben megpróbáljuk összesűríteni, hogy mi is történt ebben az évben. Kellemes időtöltést kívánok! Napsütésben kezdődött ma a Terézvárosiak napja itt a Hunyadi téren, de úgy tudom, hogy neked egy kis közöd is van azért Terézvároson. Hát itt nőttem fel, tulajdonképpen mondhatom, ahogy a Máté Péter dalában szól, hogy mert én itt születtem, ez a hazám. Ide jártam általános iskolába, sőt, még már óvodába is. Itt laktunk az Oktogon mellett. Itt vagyunk a Hunyadi téren, és látom, hogy milyen gyönyörű lett ez a tér. Itt nagyon sok minden változott. És eljött most is egy volt általános iskolai osztálytársam, és nagyon örültem ezeknek az élénk jókedvű gyerekeknek. El kell árulnom, hogy Budapesten nem mindenhol találok ilyen igazi bulizó kedvű gyerekeket, akik ilyen szépen tudnak kapcsolódni a dalokhoz. Úgyhogy nagyon jó élmény volt itt játszani. Nagyon jól éreztem magam, csodálatosak voltak a gyerekek, volt kedvük is tornázni, és nagyon ügyesen végezték a gyakorlatokat, úgyhogy engem mindig nagyon feltöltenek. Van egy picike kötődésem Terézvároshoz, hiszen a férjem édesanyja és nagymamája itt élt a Podmanicki utcában, és nagyon sokat látogattuk, amíg el nem ment külföldre az édesanyja, illetve amíg élt a nagymama, nagyon sok időt töltöttünk náluk, és nagyon szerettem ide járni. És balra ugyanígy kilépünk, kereszt, tovább, tip. Ez nagyon egyszerű, igaz? Ezt egy párszor elgyakoroljuk. Jobbra lépünk ki, bal lábon a súly, és kilép, kereszt, tovább, tip. Kilép, kereszt, tovább, még egyszer. Mióta ez az örömtánc? Hát az örömtáncot igazából már 50, majdnem 50 évvel ezelőtt kitalálták Németországban, csak a nyugati országokba terjedt el, és mi nálunk Magyarországon körülbelül 4-5 éve ismerik, és
örömmel mondhatom, hogy egyre inkább ismerik. Ugye milyen egyszerű? Szép lazán, rugózva, megfordul. Mit is jelent pontosan az örömtánc? Mozgás, öröm, agytorna. Mozgunk a zenére, táncolunk, örömöt okoz az, hogy jó zenéket hallgatunk és jó közösségben vagyunk, és agytornát jelent a rövid koreográfiának a helyben történő megtanulása. Ez egy kis kitelepülés, ott egy kis ízelítő, ami az Ötvös 10-ben naponta van. Igen, minden nap van az Ötvös utca 10-ben, 10 órától, pénteken 11 órától, és itt ez a központja az örömtáncnak, de országszerte mintegy 150 helyen lehet járni már. Most jelenleg 82 oktatónk, de képzés alatt áll újabb 60. Szóval terjed az örömtánc. Sziasztok, itt vagyunk a Hunyadi téren, vége van lassan a délelőttnek, meséltek, hogy milyen élményekben volt részletek itt? Koncertet hallgattunk, meg tornáztunk. Anna, meséld el neki, hogy mi volt a koncerten, ki énekelt? Szaroki Ági néni énekelt, és a torna nagyon jó volt, és sokat tornáztunk. Milyen gyakorlatokat csináltatok? Volt, amikor egy lábon álltunk, volt, amikor nyújtóztunk, volt, amikor ilyen meséből dolgoztunk. Jó Isten, fenn a mennyekből, küldj egy szigetrazit a készletből. Terézvárosiak napja nem múlhat el Oszard Marika nélkül, de aki egyébként terézvárosi lakos is, hiszen két lakéletet él. Igen, most már lassan 60 éve élek a kerületbe, úgyhogy, és nagyon szeretek itt lenni, ez az én kis falum, itt van a színház is, minden itt van, csodálatos a piac, és most volt ez a fellépés itt is, mindenki ismerős tulajdonképpen, és nagyon jó hangulatba telt ez a fél óra, amit itt a műsorba letettem, nem az asztalra, hanem a deszkákra, és jó idő is volt, és varázslatos ez az egész, hogy meg van csinálva, nagyon tetszik. Az icipici párocskám, páratlanná szebb a páros szám. Miért jársz egy magadba jobbra, ketten jár itt együtt ezután. Két szegymás mellett jól elfér, két csókénynél sokkal többet ér. Sejön közelebb, igen, ott erre. Erre, csak erre. Hiszen, mint a cirkuszunk leglényege, hogy legyen jó kedve. Van itt minden, mindenki vendég lehet, két a porom mester már látom. Megkaphatja azt, amire vágyom. Hát persze, hogy meg fogják kapni, jöjjenek, van még itt hely. Ebben a cirkuszban mindent a szemnek, sőt mindent a fülnek. Lássa be, hogy hallja. Tapsolhat, és énekelhet, ha ezt akarja. Intapincs zenekar volt most a színpadon, hogy éreztétek magatokat? Köszönjük szépen, mi minden színpadon jól érezzük magunkat. Nagyon szeretem ezt a Hunyadi teret, én itt tanítok nem messze egy általános iskolába, Dob utcába, és nagyon sokszor jövök ide a gyerekekkel, és
nagy élmény volt most végre nem játszani jönni, hanem már úgy játszani, hogy labdázni, hanem mondjuk most hangszerekkel. Öten vagyunk, nagyon szeretünk vidám műsorokat készíteni, elsősorban ez a legfontosabb, amit ilyen hitvallásként elmondhatok, a humor, a közvetlenség, és az, hogy igényes zenét szeretnénk közvetíteni igényes szövegekkel a gyerekek felé, meg a szülők felé is. Bajza utcai suli, Terézvárosiak napja, meséltek nekem, milyen buli volt ma? Hát nekem nagyon tetszett, lehetett sportolni, játszani mindenfélét, és főleg az, hogy minden hatos. Koncertről mesélj nekem egy pár gondot. A Mintapint koncert nagyon jó volt, és játszottunk, és megénekeltünk, és nekem nagyon tetszett. Neked mi tetszett a legjobban? Nekem a legjobban a tehén tetszett. Volt egy török mehete, sose látott tehenet, nem is tudta menne, mi erek a tehenet. Egyszer aztán memet lát egy csomó tehenet. Én vagyok a Mehmed. Csodálkozik meme. Hát ilyeneknek lenni az tehenek. Számlálgatja memet hány félék a tehenek. Bir iki üç. Na, jaj. Na, jaj. Jaj, na. Ajaj, jön, jaj. Segítség, jaj. Meg is számol meme, háromféle tenet, fehéret, feketét, tarkát, meg ne fogd a tehén farkát. Nem tudta ezt meme, s már rúgták a Terézvárosiak napja, itt vagyunk a Hunyadi téren, Domovári Gábor szerkesztő műsorvezető áll itt velem szembe, aki minden héten beszámol Terézváros híreiről, így van Hunyadi térről is. Igen, ez tökéletesen így van minden héten, de én arra gondoltam, hogy ha egyszer ilyen sokat beszélünk a Hunyadi térről, akkor egyszer ki kell jönnöm, vagy kétszer, vagy háromszor, megnézni, hogy tényleg mi történik itt, és ne csak a képeket lássam. Kettő. Én nem laktam a Terézvárosban, de magamat kineveztem Terézvárosi, tiszteletbeli Terézvárosinak, leginkább azért, mert nagyon-nagyon régen, gimnazista koromban díszleteket tologattam az állami, akkor még állami bábszínházban, és azóta is a szívem csücske a bábművészet. Ez sokszor műsorokban is, máshol is előfordul, nagyon-nagyon-nagyon szeretem. És még egy, annak köszönhetem, hát nyugodtan nem mondhatom, miért ne elhangzott ez már a televízióban is, hogy svéd nyelvvizsgám van, mert a bábszínházban volt egy kollégám, aki Göteborgból jött haza, és azt mondta, hogy tanuljunk svédül, ő már tudott, csak menjünk ketten, mert úgy olcsóbb. Ő visszament Svédországba, én meg levizsgáztam. Úgyhogy így is kötődöm a Terézvároshoz, és természetesen, ami a legfontosabb, itt dolgozom, hatos csatorna és Terézváros. Szabolcs Micsi volnék, a NEC produkciónak a vezetője, amúgy a Trio Gyerekháznak az egyik alapítója, ami Pilisen keresztül működik, és most már egy kicsit ilyen Terézvárosinak is vallhatom magamat, mert hál' Istennek, remélem sikerrel próbáljuk a kulturális életet még színesebbé tenni itt a Terézvárosban. Most a felkérés egy tánckóstoló 40 perc volt, amit úgy találtunk ki, hogy egy kis világkörüli utazással, a szerencsére hagyatkozva és bízva különböző tánc típusokat és táncfajtákat nemhogy bemutattunk, hanem igazából kipróbáltunk a nézőkkel. Volt csacsacsa, twist, a magyar néptáncból a különböző polgári táncok, keringő,
valcer, polka, nem is tudom mennyi minden volt, hip-hop, ugye kipróbáltuk Amerikából a hip-hopot, ez mind egy kicsit ilyen humoros keretekén belül, de egy kis megfűszerezve egy világkörüli utazás volt. Tekkes 6. kerti rendőrkapitányság elválaszthatatlan egymástól. Nagyon sokat segít a Teka, és nagyon jó partner a 6. kerti rendőrkapitányság Tekának. Most is együtt vagytok itt, és nagyon kedves programot állítottatok össze a 6. kerületieknek a Terézvárosiak napjára. Ez így van, és hál' Istennek nem csak a rendőrséggel van kiváló kapcsolatunk, hanem az 5-ös 10-el is, és a nagy örömmel csatlakoztunk ki a 5-ös 10-nek ez a legújabb kezdeményezéséhez, a 6.-6.-án a Terézvárosiak napját is ünnepeljük meg. Szokásos kresszpályánkkal érkeztünk, illetve hál' Istennek a rendőrség ötlete kapcsán elkezdtünk polisz feliratú csillám tetoválásokat a gyerekekre felhelyezni, és ez is nagyon nagy siker. Ezt csak megerősíteni tudom, ugyanis amikor megérkeztünk, akkor rögtön még a pályát nem állítottuk fel, és már jöttek a gyerekek, hogy mit szeretnek. Természetesen ismerős gyerekek voltak, tehát nem volt nehéz mondani, hogy kis türelem és érkezünk. Aztán egyszer csak így megszűntek a gyerekek létezni a pályán, mert mondtuk, hogy az a meglepetés ajándék, hogy mennek egy kört, és akkor utána csillámtetoválás, és akkor így szóltam a Gábornak, hogy eltűntek a gyerekek a pályáról, azt mondja, igen, tudom, ott az asztalnál tesztelnek. Nem, gyere, nézd meg, mit csinálnak, csillámtetoválás, elvonta egyszer az életbe a kresszpályáról a figyelmet a csillámtetoválás, és azóta sem győzött csinálni. Anyukákat vontunk be, segítőket, ismerősök, akik ide jöttek, és egy nagyon jó hangulat kerekedett ki. Egyébként a kresszpályán is megsokasodtak, jöttek a gyerekek, természetesen gondolom, hogy a színpadi műsorok után ide jöttek a szülők a gyerekekkel, meg eljött délután az az idő, amikor ugye szépen kijöttek munka után a szülők a gyerekekkel, úgyhogy nem győzzük őket se a kresszpályán, pedig vannak segítőink, kollégáim is itt vannak, illetve a csillámtetoválás is nagyon nagy siker, én legalábbis azt gondolom. Idén első alkalommal hagyományteremtő céllal szervezte meg az önkormányzat és az 5-ös 10 közösségi és kulturális szintér a Terézvárosiak napját. Nagyon örülök, hogy éppen itt tartjuk ezt a napot a Hunyadi téren, hiszen azt gondolom, hogy Terézvárosnak jelenleg ez a legszebb tere. Nagyon sokan eljöttek már most a délelőtti órákban is, és hát nagyon remélem, hogy mindenki jól érzi magát. Terézvárosi Hunyadi téren egy energiabombát láttunk itt a színpadon, és akárhány művész kérdezek, szinte mindenkinek van valami köze Terézvároshoz. Így bizony, természetesen nekem is. Terézvároshoz köthető a Csabival a közös életünk kezdete, ugyanis ő az Akácfa utcában lakott, és én Óbudáról ide költöztem hozzá a szülői lakásból,
amikor 18 éves lettem. És jó pár évig éltünk itt még, szerintem egy olyan 4 évet biztos. És akkor költöztünk vissza aztán Óbudára, és nekem nagyon-nagyon jó érzés volt ide visszajönni. Most nem csak azért, mert itt úgy otthon érzem magam azonnal, az az életérzés jön elő bennem, amikor oda költöztem Csabihoz, hanem az esküvőnk is itt volt a közelben, illetve a lakodalom, az esküvőnk utáni lakodalom. És volt, nincs már az én. Honnan van ez az energia, ami benned van, mert én akárhányszor láttalak téged különböző helyszíneken, egyszerűen fáradhatatlan vagy. Hát belőlem a közönség hozza ki azt, amit én a színpadon adok nekik, tehát ez egy ilyen kölcsönös dolog. Igazság szerint nem is tudnék másmilyen lenni. Egyszer emlékszem, hogy a Csabival egy ilyen wellness szállodában voltunk, ahol ott halk bárzene szólt, valaki zongorázott, és mondja, jaj, úgy énekelnék sanzonokat így egész este, és Gizinek szólít a Csabi, Gizi, a második dal után már fölpattannál, és már valami ütős rockot, vagy rock'n'rollt, vagy valami ilyesmit énekelni, lehet, hogy igazad van. Valószínűleg nem tudnám azt sokáig bírni, hogy csak egy helyben ülök, mert egész egyszerűen belőlem a közönség ezt hozza ki. Energiát nyerek a közönségből, és azt adom ki magamból a színpadon. Azok a szép napok, csak arra gondolok, a tárc az ének véget sosem ér. Az élet oly nehéz, de győzni kell és kész, az volt csak szép, ó igen, az volt szép. Milyen számodra a zene és a színpad? Hát a zene és a színpad számomra a mindent nekem. Én 9 éves voltam, amikor először színpadra léptem. Toldi Máriánál tanult énekelni a testvérem, Viki. És amikor elvitt a Marika nénihez, akkor azt mondta a Marika néni, hogy fiatal vagyok még ahhoz, hogy ő tanítson énekelni engem, de megengedte, hogy a tanítványai előadó vizsgáján én is egy dal erejéig színpadra lépjek. És emlékszem, hogy az első pillanatban otthon éreztem magam a színpadon. Felléptem arra a dobogóra, ami ott volt, és egy másodpercig tartott csak az az izgalom, ami kell ahhoz is, hogy az ember tudjon, tehát hogy valami legyen, valami pluszt ad az izgalom, az kell, egy egészséges izgalom. És utána pár másodpercben ez elmúlt, és átadtam magam annak, hogy a színpadon vagyok, és élvezem azt, hogy adhatok valamit. Tehát soha nem az volt nekem a mozgatórugom, hogy sztár akarok lenni. Nem is gondoltam erre, csak egyszerűen öröm számomra az, hogy adhatok valamit. Például most is idejött egy hölgy, hogy ő Kecskemétről jött fel miattam. És mondtam, hogy miattam azért, mert én itt most, azt mondja, igen, ő hallott, hogy itt leszek, biztos valami rokona itt lakik, és akkor nem tudom, de hát ez olyan hihetetlen számomra, hogy Kecskemétről felutazik ide Budapestre, Terézvárosba, hogy láthasson engem. Szóval ezek nagyon-nagyon jó leső dolgok, vagy amikor egy férfi most, ez is most volt, odajött hozzám, hogy nagyon sok gyász érte őt az életben, és nagyon szomorú volt az élet az elmúlt években, és hogy most mennyire boldog volt, hogy valamit kapott, és tudott most mosolyogni, és boldog volt. Na ez az, amiért érdemes. Ez az, ami nekem akkora energiát ad, amit találtál.
felnevelt, dédelgetett, erő felett. Még ezen túl mindig boldog, míg én élek, nincs több gondod. Én vigyázok rád, már ezután. Legutoljára Terézvárosban 2014-ben láttunk téged, és most újra itt vagy, és te vagy ma a Terézvárosi Napoknak a sztár fellépője, az utolsó befejező szám a tied. Köszönöm szépen. Az az igazság, hogy nem én vagyok az egyik sztár. Azt szoktam mondani, hogy én egy vagyok a sok ismert ember közül. Itt voltak kiváló énekesek, kollégáink, akik gyerekeket szórakoztatták kiválóan. Úgyhogy én csak úgy mértékkel mondom, sokan vagyunk itt, akik szeretnek szórakoztatni. Az, hogyha szeretnek bennünket, az nekünk külön öröm. Rengeteg dalt kértek, most legalább 5-6 dal van, amit fölírtunk, hogy mit kérnek az emberek. Végül is azért jöttünk ide, mert ez egy ilyen csapatmunka. Azt szoktam mondani, hogy énekelni otthon is szoktam, de mekkora szórakozás, amikor kijövünk ide Terézvárosba, és itt van lámpalázom a közönség előtt. Mindig azt kérdezik, hogy ennyi év után ilyen rutinnal miért van az embernek lámpaláza? Azért, mert ez egy felelősség. Felelősség azért, mert ha szeretik az embert, akkor nyilván megpróbálunk úgy viselkedni, hogy elfogadhatóak legyünk, és természetesen a szórakoztatás az maga egy, hogy is mondjam, csak nem könnyű feladat. Az az igazság, hogy az ember szeretné, hogyha mindenki szeretné, ez szinte lehetetlen, de az lenne jó, ha a fiatalok épp úgy lelkendeznének értünk, mint a velem egykorú tinédzserek, és mi is azt szeretjük, amikor az emberek velünk együtt éneklik a dalt, de vannak megható pillanatok, amikor mi is alig bírjuk megállni könnyek nélkül, mert azért az érzelmek ránk is hatnak, hiába fegyelmezzük magunkat. Szóval készülök most ide, erre a műsorra új dalokkal is, úgyhogy nagyon izgulok, hogy vajon hogy tetszik a közönségnek. Szegény anyám szinte feldújja a konyhát, elém kerül minden kedves ételem. S míg én eszem, az ő arcán a hála, mesél nekem, szégyenkezem, rég jártam nála. A régi ház körül élni kezd minden, a kert, a fák, a fal, a bútorok, egy kis gyerek dereng emlékeimben. Kis gyerek, ki már nem én vagyok. Egész nap olyan programokat tapasztalhattunk meg, hogy szinte hihetetlen, hogy szinte majális volt június 6-án. Köszöntötték itt a születésnapokat, köszöntötték mindazokat a kisgyerekeseket, akik kijöttek, gyerekkel játszottak. Az, hogy kora délután a Szandi énekelt, kimondottan a családosok ünnepe volt. Az, hogy kora délután hallgattuk, vagy azt hiszem dél körül volt, amikor a Kossuth Díjas Oswald Marikát láttuk, fergeteges koncertet adva. Hát most meg az estiről, meg szintén nem is tudok mit mondani, csak leg, mivel hogy a Kovács Kati olyan dalokat énekelt nekünk, hogy többen sírtunk. Sírtunk azért, mert már nincs közöttünk apukánk, anyukánk, és ő mindenre gondolt, és a legújabb dalait is hallottuk. Olyan élményben volt részünk, hogy nem akarom sorolni sorba a művészeket, de nagyon, nagyon jó éreztük magunkat, nagyon. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy ez megtörtént, ez a ünnepi műsor, és tényleg azt lehet mondani, hogy akik szerintem itt voltunk, mindannyian jól éreztük magunkat, és nagyon szépen köszönjük ezt a napot a
hatodik kerületiek nevében. Köszönjük szépen! És hadd mondjam azt, hogy hagyd legyen ez egy haladó hagyomány. Terézárosiak napja, nagyon sokan dicsérték Terézáros épületeit, műemlékeit. Főépítőszeret kérdezzük, hogy mik azok a kiemelt építészeti csodák itt a kerületben, amiért érdemes ide ellátogatni azoknak is, akik nem terézárosiak. Vicces lesz, mert nem fogok csodát mondani, mert csupa csoda van körülöttünk. Ezért nem kezdem el az operaházat meg a többi épületet mondani. Arra hívnám fel figyelmet, hogy 700 védett épület, 700 helyi védett épület van Terézvárosban. Hogyha a műemlékeket is hozzászámoljuk, akkor 1000 fölött van a védett épületeknek a száma. De a védettség az embereken múlik, és a mai tapasztalat az éppen azt mutatja, hogy egy teret, ebben az esetben Hunyadi teret mennyire meg tudnak tölteni élettel az emberek, és én mindig abban bízom, hogy a házakat is megtöltik élettel, és megtartják, megőrzik az unokáiknak. Én itt a legjobban azt szeretem, hogy közel van hozzánk a biliárd. Szóval. Hát ez is van valami. És van-e valami kedvenc épületed? A házunk. Nagyon szeretem az Andrássy utat, és nagyon szeretek sétálni az Andrássy úton nappal is, és különösen éjszaka kivilágítva, és talán a legjobban pedig télen szeretem, amikor a gyönyörű díszvilágítás is kint van. Külön szeretem a Kodály köröndöt, és talán nem a legszebb része, de egyik legmozgalmasabb része a Király utca sok kis bolttal, a kis zöldségesekkel, a masszázzal és sok minden mással. Nagyon szeretem ezt is, és hát természetesen a Nagymező utca a színházakkal, és a saját utcánk az Ó utca az Impróval. Szeretettel köszöntök mindenkit a Hunyadi téren ma este. Szeretném megkérdezni tőled, Lilla, hogy hogyan érezted magad ezen a napon, hiszen te voltál, te vagy a háziasszony ennek a hagyományteremtő műsornak, ünnepségnek, és engem ez nagyon nagy boldogsággal tölt el, hogy ennyi emberrel együtt tudtunk kulturáltan ünnepelni, de neked színpadról, mint műsorvezető, ez milyen érzés volt, és milyen tapasztalataid vannak? Megmondom őszintén, amikor megkaptam a felkérést erre a Terézvárosiak napjára, hogy én legyek a házi asszony, nagyon örültem neki, hiszen a Hunyadi tér az kimaradt az én életemből. Viszont az ötlet az egészen biztos, hogy Bökönyi Anikóé volt. Mikor született meg a gondolata először, hogy ez a 6.-6. ez a Terézvárosiak napja legyen? Ez nagyjából 2 évvel ezelőtt jutott eszembe, amikor az önkormányzat megalkotta azt a rendeletét, ami a 6.-6. születettekre vonatkozik, és akkor azt gondoltam, hogy hát egyrészt teremtsünk neki egy nagyobb teret, amikor együtt ünnepelhetünk ezekkel a kicsikkel, és hát nyilván nincsenek egyedül, meg majd nőnek is, és akkor évről évre együtt tudnánk itt ünnepelni, és akkor ebből nőtte ki magát a Terézvárosiak napja, és remélem, hogy akkor most ez tényleg hagyományteremtő célval jött létre. Szerintem, hogyha a közönséged és a Terézvárosiakon múlik, akkor egész biztos hagyomány marad belőle. Mindig kettőn áll a boldogság, újból kezdhetnék, ha gondolnád. Nem mondtuk ki még a búcsúszót, hát majd még egy találkozót. Kék az ég és zöld a fű, mi egyszerű az élet, az egyszerű. Emlékszem arra a napra, amikor megnyitottuk a Hunyadi teret, illetve pontosabban polgármester asszony megnyitotta a Hunyadi teret, és azt mondta, hogy szeretné, hogy ez Terézvárosnak az igazi közösségi tere legyen. És ez ma bebizonyosodott, hiszen ma rengeteg ember jött el, és velünk ünnepelt Terézváros napján. Hát azt hiszem, hogy nem csak az a nap vésődik be az ember emlékezetében, hanem valóban a mai nap is, hiszen tényleg, ahogy szerkesztő is mondja, közösségi teret sikerült teremteni, de nem csak azt a mai napon, hanem minden a 6-os szám jegyében telt, és szerettünk volna egy hagyományt elkezdeni azzal, hogy 6.-6. június 6-án a 6. kerületben különösképpen megünnepeljük, és a Terézvárosiak napjává tegyük ezt a napot. Pár perce ért véget az utolsó program, lassan 8 óra van, és az utolsó program Kovács Kati koncertje volt, ami azt hiszem, hogy feltette a
az íre a pontot, kisorsoltuk az egész nap folyamán azok közül, akik bedobták a nevüket, megcsinálták a feladatokat, a nyerteseket, illetve hát ne feledkezzünk meg a születésnaposokról sem, akiket szintén volt szerencsém a mai napon személyesen, meg a nagy számú közönséggel együtt felköszönteni. Természetesen különböző időpontokban, egy évestől egészen a 90 évesig megjelentek itt a színpadon, kaptak egy nagy köszöntést, illetve elénekeltük a boldog születésnapot számukra. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon. És most önök jönnek. Azért vannak jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon. Faun Lilla, új sztár születik ismételten. Miért is van szükségünk a kultúrára? Miért jó ez nekünk? Németh László író szerint, aki nem mellesleg Terézváros díszpolgára, a kultúra nem tudás, még csak nem is művészeti produkció. A kultúra életet szabályozó elv, embercsoportunk minden tagjának belső mágnese és irányítója. És ez a mágnes hozott ide bennünket, és ez tart össze minket a mai este folyamán. Együtt éljük meg, ahogy a Zeneakadémia csodálatos épülete teret ad a Liszt, Mozart, Debussy és Csajkovszki által létrehozott tartalomnak. A Zeneakadémia előtti teret zsúfolásig megtöltő közönséget Hassai Zsófia Terézváros polgármestere köszöntötte. Az est főszereplőjéről szólva elmondta: Bogányi Gergely Magyarország és a világ leghíresebb koncerttermei után az önkormányzat meghívására, a jelenlévők nagy örömére tért vissza a Zeneakadémiához, ahol annak idején mindössze 10 évesen az előképző kivételes tehetségek osztályában kezdte meg tanulmányait. 3 esztendővel ezelőtt pedig a Korb Flóris és Grigl Kálmán tervezte zenepalota falai között mutatta be azt az általa konstruált, róla elnevezett, egyedi felépítésű és hangzású zongorát is, amelyet a művész a koncerten megszólaltatott. Különleges hangszerről 2 műsorszám között néhány információt is megosztott az est háziasszonya, Halász Zsuzsa. A jelenlévők egyebek között megtudhatták, hogy Bogányi Gergely célja egy tisztább, gazdagabb, erőteljesebb hangzás elérése volt. Nem a tradicionális mesterhangszereken akart javítani, hanem alapjaitól újra gondolva a zongoraépítést, egy olyan hangszert álmodott meg, amely fizikai lehetőséget teremt arra,
hogy a lehetetlen valósággá váljon. A hangszer egyszerre legyen éneklő és brilliáns. Csapatával nem pusztán a zongora lelkét, a rezonánst reformálták meg, ami fa helyett karbonkompozícióból készítenek, hanem a hangszer más részeit is. Ezek összességének köszönhető a nagyon tiszta, erőteljes, felhangdús hang. Ami a formát illeti, az nem csak szemet gyönyörködtető, szárnyalóan futurisztikus, hanem funkciója is van. A hagyományos három láb helyett csak két lábbal rendelkezik, amely hangvetőként a közönség felé tereli azt a hangmennyiséget, ami a hagyományos zongora esetében elvész. Bogányi Gergelyről köztudomású, hogy a mű, a közönség tisztelete számára elsődleges. Önmagát csupán a zenedarabok közvetítőjének, tolmácsának tartja. Eszemléletének, no meg virtuózitásának, fantasztikus technikai tudásának, érzelemgazdag, érzékeny előadásmódjának köszönhetően koncertje alatt a tökéletesség pillanataival ajándékozta meg a közönséget. Ez a műsor nem egy egyszerű műsor, sem fizikailag, sem pedig lelkileg, és nagyon nagy öröm számomra, hogy itt szabad téren, ahol azért ki vagyunk egy kicsit téve a különböző zajnak, vagy esetleg az esőnek is, de az most nem volt. Tehát nagyon örülök, hogy így szabad téren is sikerült ezeknek a műveknek az erejét, és az üzenetét, a méltóságát és a komolyságát, vagy akár a virtuózitását úgy tolmácsolnom, hogy tulajdonképpen egyfajta koncertterem lett itt a Liszt Ferenc téren. És ha, ugye ilyenkor mindig, amikor szabad téren van koncert, akkor nagyon nagy azért a veszélye annak, hogy mondjuk nincs csend, vagy az emberek jönnek, mennek, és itt egyáltalán nem volt ilyen, és ez egy különösen nagy élmény számomra, és ilyenkor ez az egész tér, mint ahogy bent az akadémia nagy terme egyfajta zeneszentély, most egy kicsit így a tér is ilyen pozitív energiákkal lett tele. Ez a mérhetetlen alázat és tisztelet a zene, a zongora és a közönség iránt. Köszönöm szépen. Ez úgy gondolom, hogy ez egy előadó művésznél abszolút alap hozzáállás kellene, hogy legyen. Igyekszem ennek megfelelni, és természetesen nagyon ellentétben van ez azzal, ami manapság nagyon divatos, hogy ilyen sztárok meg sztárocskák játszogatnak mindenféle allűrökkel, vagy éppen anélkül, és elfelejtik azt, hogy itt az előadó művész egy közbülső elem, egyfajta tolmácsoló szerepben van, ahol a legelső a mű, a közönség, akinek játszunk, és természetesen egy kicsit azért az előadó művész lelke is benne van, hiszen rajtunk megy keresztül a zene. De óriási hiba ezeket a fontos és egyébként egyszerű sorrendeket felcserélni. Úgyhogy én világ életemben ilyen típusú vagy ilyen karakterű ember voltam ösztönösen régebben, most pedig hát tudatosan is ezt igyekszem ilyen módon képviselni.
A zene az egy csodálatos nyelv, ami minden embert meg tud érinteni, hiszen nem szükséges egy bizonyos nyelvet beszélni ahhoz, hogy a zene nyelvét mindenki megérthesse. Hiszen nem a nyelv a valamelyik ország nyelvén szól, hanem az ember egyetemes léleknek a nyelvén. És az ugye minden emberben benne van, és hogyha van egy pici érzékenysége, vagy egyáltalán érdeklődése, affinitása, akkor nagyon nagy gazdagság az, amit a zene adni tud az ilyen embereknek. Ezen a művészeti élménytől, ami azt hiszem, hogy mindannyiunkat, akik itt ültek és hallgatták és látták, teljes mértékig át kellett és át tudták élni. Én sem tudok mit mondani, minden kegyes volt hozzánk az időjárástól kezdve, és ez az élmény, ez azt hiszem mindannyiunk számára felejthetetlen. Tehát olyan Bogányi Gergelynek olyan művészetét és olyan aspektusát látunk a művészetének, ami idáig rejtegetett, és amit most azt hiszem, hogy elénk tárt. Elénk tárhatott, különösképpen azért, mert ez a csoda zongorája, ez a gyönyörű Üges Péter által tervezett, formatervezett zongora, ennek olyan hangzási ereje van, ami ténylegesen itt kültéren élvezhető talán igazán. A rendezvényeken terézvárosi hagyománnyá vált az is, hogy a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségéhez tartozó alkotók komoly zenei témákra a szóban forgó épületek csodálatos adottságait kiemelő, az alkalomra szóló és mindössze egyetlen egyszer látható videóinstallációkat készítenek. Az est a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Társaságához tartozó alkotók Gutema Dávid és Mikulán Dávid, Pál Gábor, végezetül Gábor Éva Mária által egy-egy Csajkovszki motívumra a Zeneakadémia homlokzatára vetített, leírhatatlanul izgalmas és gyönyörű videóinstallációval ért véget. A káprázatos alkotásokat a nézőközönség nagy ovációval. Ez a helyszín azért is fantasztikus, mert ez az a otthon, ahol mindenki, aki ilyen tehetséggel bír, az ide jár, és itt tanulja meg azt a szakmát, azt a hozzáállást, ami azt hiszem a művészetnek a elemi feltétele. És utána adják a saját tehetségüket, mint amit Bogányi Gergely is ezt tette. És ezt tették azok a művészek is, akik mindezt megértvén egy olyan képi látványt tártak elénk, ami ugyanúgy átjárja az embert élményileg, érzelmileg és mindenféle szempontból. Úgy elnézést kérek, hogy nem tudok oly nagyon megszólalni, de tényleg higgyék el, hogy művész mi voltomat teljes mértékig csak fejet tudok hajtani a művész kollégáim előtt. Olyan fantasztikus koncert volt, egyszerűen virtuóz, szóval én még ilyet nem tapasztaltam, azt hiszem senkinél. Fantasztikus volt a játék, csodálatosan játszik, elbűvöl mindig engem. Ugyan pakolnak ugye a koncert után, szedik össze a székeket, de egyszer az ember nem tud elmenni innen egy könnyen, mert olyan hatása van még mindig rám, ez az egész este és a Gergely játéka, hogy itt csak ácsorgok, és még mindig hallom a zenét. Thank you.
utoljára mai a csúcsnapunk, 31-en érkeztek a különböző szolgálatoktól. A polgárőrség tart egy nagyon jó bemutatót, a gyerekeket trafipaxal mérik, hogy milyen gyorsan futnak, hoztak kutyákat, polgárőr motorokat hoztak, és azokat is megnézhetik, kipróbálhatják a gyerekek. Jöttek a 6. kerületi rendészettől kollégák, ők elektromos autóval fognak menni egy kört a gyerekekkel, illetve a kerékbilincselést próbálhatják ki. A mentőszolgálattól jött 2 kolléga, és ott tartanak a gyerekeknek életmentést, illetve a önkéntes tűzoltóságtól jött 3 kolléga, és ők a gyerekekkel vizeskedni fognak. Rengeteget fürdöttünk, hál' Istennek, ilyen évünk még nem volt, hogy minden nap be tudtunk volna menni a vízbe. Nagyon jó a hangulat, tényleg egy nagyon jól összeszokott táborozók vannak itt, úgyhogy minden rendben van. 63 gyerekkel indultunk neki, most már egy kicsit kevesebben vagyunk, mert a honvágy azért hazaívott sokakat. A 6. kerületi önkormányzat által jött nekünk a megkeresés. 2 évvel ezelőtt is mi csináltuk nekik ezt a rendezvényt a gyerekeknek. Nagy tömegtiszteltetésként idén is mi kaptuk ezt a felkérést a 6. kerületi önkormányzat felől, hogy a gyerekeknek üljünk le és tartsunk nekik egy kis előadást és egy egybekötött kis oktatással. Azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon pozitívan sült el. A gyerekek nagyon-nagyon ügyesek voltak, 90%-a nagyon-nagyon jól szerepelt. Azt látom, hogy érdekli a gyerekeket. És én javasolnám ezt így a közeljövőben is nagyon sok gyerek számára, hogy igen, így felvilágosítani őket, hogy mentőhívás, a szakszerű mentőhívás és a szakszerű első segélynyújtás megkezdése, az sokszor életeket menthet, és nagyon ügyesek voltak itt, gratulálok nekik, örülök, hogy itt láttam. Ez egy nagyon fontos szereplés tulajdonképpen a gyerekek előtt, hiszen azt a funkciókat látjuk, hogy hogyan tudunk segíteni az embereken, és nem feltétlenül a szankcionáló részünket látják. Én azt gondolom, hogy nagyon élvezik minden évben ezt a fajta nyaralási programot. 6.-7. kerületi polgárőrségnek is bármikor szólunk, rendelkezésünkre álltok. Miért fontos nektek, hogy az ilyen rendezvényeken részt vegyetek? Egyesületünk régóta foglalkozik ilyen programokkal. Elsősorban az iskolákban szoktunk előadásokat tartani, akár az áldozattáválás elkerüléséről, akár különböző KRESZ kérdésekről, illetve egy új programot indítottunk nem olyan régen, kutyás szolgálatot, amelynek rendkívül nagy presztízs értéke van és nagyon jól működik. Ezek nem akármilyen kutyák, terápiás kutyák, amik, hát, hogy is mondjam, a gyerekek kedvencei, ez most már sokatszor bizonyosodott be. Az itteni megjelenésünk is most már, nem is tudom, talán 3.-4. alkalommal rendkívül népszerű a gyerekek körében. Hoztunk magunkat, trafipaxot, önkéntes tűzoltókat, természetesen itt vannak a kutyások, hoztunk motorokat. Elég jó programokat tudunk a gyerekeknek nyújtani, és hát láthatólag élvezik is. Nálatok a polgárőrség és a rendőrségnél mi a különbség? Hát alapvetően ugye a rendőrség egy hivatásos szervezet, a polgárőrség pedig egy teljesen önkéntes alapon működő civil szervezet. A polgárőrök ugyanolyanok, mint bármelyik más állampolgár, illetve hát annyiban különböznek, hogy mi tudjuk és ismerjük a jogainkat, és nem félünk használni is őket. Az itteni gyerektábor is rendkívül jó alkalom arra, hogy miután a törvény változott 3 vagy 4 évvel ezelőtt, és most már 18 év alatti ifjú polgárőröket is tudunk fogadni, hoztunk is magunkkal most 8 fiatalt, aki ifjú polgárőr programban vesz részt. Gyakorlatilag a fiatalok hozzánk jönnek letölteni a kötelező érettségi előtti, vagy különböző ilyen kötelező óraszámokat, amiket az iskola megszab számunkra, és itt foglalkoztatjuk őket, azt gondolom, hogy egy nézetet adunk nekik, hogy mégis mi is a polgárőrség, megismerik a rendészeti munkát, megismerik a rendőrséget, elviszik őket a TEC-hez, a büntetés végrehajtás különböző objektumaiba, rengeteg olyan dolgot láthatnak, amit egyébként nem. Ilyen jó időnk még nem volt. A napsütés mellett szelet kaptunk az első 3 napon, a többi napon minden nap tudtunk fürödni, ilyen tényleg nem volt még az elmúlt évek alatt, és így a programjainkat is mindent meg tudtuk tartani, úgyhogy most inkább szabadtéri programjaink voltak, és nem pedig zárt téri. Gyerekek mennyire élvezik ezt a tábort, miért szeretnek ide járni?
Hát ebben a táborban fantasztikus az ellátás, nagyon jók a programok, még a reggeli tornát is elviselik, azaz, amit talán a legkevésbé szeretnek. Tényleg én is azért élvezem, mert változatos programok vannak, külső programok, mi szervezünk nekik. Hát ez az egyik legjobb tábor, amiben én életemben voltam, úgyhogy én nagyon szeretem, gondolom a gyerekek is ezért szeretik, amiért én. Az önkormányzatunk közbiztonsági alapítványa a 12. alkalommal rendezi meg a nyári táborát. Az első egy-két évben Csopakon, tehát a Balaton északi partján tartottuk, és ez a 6. év, hogy itt Balatonföldváron. Hogyha valaki ismeri a várost, Balatonföldvárt, akkor tudja, hogy rendkívül kellemes, szép helyen, jó körülmények között tudjuk a gyerekeket fogadni. A szerkesztő úr kérdezte, hogy miért tartjuk fontosnak az ilyen tematikájú tábort. Azért, amiért maga az önkormányzat is kiemelt szerepet ad a közbiztonság közrend védelmének a kerületben, és azt szeretnénk, hogyha a gyerekek játékos formában megismerkednének ezekkel a területekkel. Mentősök, tűzoltók, polgárőrök, közterületfelügyelők látogatták meg a tábort, játékos formában ismertették meg a munkájukat ezekkel az általános iskolásokkal. A felelős állattartás és az állatkínzás témakörben beszélgetünk, ugye megelőző szempontból, prevenció szempontból gyerekekkel. Ebben a táborban és ugye a múlt heti táborban is nagyon fontos, hogy mivel elég tág volt a korosztály, tehát az óvodástól a felső tagozatos gyerekekig voltak, itt nagyon kell figyelni arra nyilván, hogy milyen szavakat használunk, és az állatkínzásnak például milyen mélységeibe megyünk bele. A gyerekek amúgy nagyon konstruktívak és együttműködőek, ugye én interaktív módon csinálom ezt a dolgot, tehát belevonom őket mindenképpen ebbe, illetve hogy látható kutyákat is viszünk, ez mindig feloldja a hangulatot. Polgárőrség kutyás szolgált, úgy tudom, hogy ez most van alakulóban. Igen, ez egy kialakulóban lévő dolog, ezt a Terézvárosi és Erzsébetvárosi polgárőrségnél kezdjük kialakítani, úgyhogy ennek még nincsen hivatalos formája, ugye most alakulnak a szabályok is, hogy milyen formában, hogy tudjuk ezt véghez vinni. Mi volt ma a sláger, mit szerettek a legjobban a gyerekek? A gyerekek nagyon szeretik azt, mikor a kutyával játszhatnak a végén nyilván, nem csak mikor simogathatják, hanem úgy, hogy az egyik kutyánk az tud bizonyos trükköket, illetve labdáért ugrál, sétáltathatják őket, mikor már kellően fáradtak, akkor nyilván, meg ha nincsen macska a közelünkben, mert azt annyira nem szeretik a kutyák, illetve ők nagyon szeretik azt, hogyha belevonom őket akár a felelős állattartásban is, hogy ők maguk tudják elmondani, hogy mit tartanak például ilyenkor nyáron veszélyesnek, ugye a meleg kocsiban tartást a meleg aszfalton, és nagyon szeretik, hogyha kérdezhetnek is saját példák, mondhatnak el, és ebben esetleg mi tudunk segíteni, hogy mit tudnak tenni. Ma például elhangzott, hogy nagymamánál láncon van folyamatosan a kutya, akkor ő 9 évesen hogy tudja ezt elmagyarázni a nagymamának, hogy ezt megoldják. Kutyászolgált, miért van erre szükség ma itt Budapesten? Próbálunk valami újat vinni a polgárőrségbe, és néha elrettentő példa lehet, hogyha valaki bűncselekményre vagy egyéb dologra szánná fejét, akkor ugye megelőzésképpen jelen vagyunk az utcán velük, és talán egy kicsit tartanak tőle akkor innentől, hogy ilyen témában közreműködjenek. Szerintem most, akik nézik a televíziót, tanárok, óvónénik, biztos, hogy kedvet kapnának arra, hogy esetleg a saját iskolájukba, óvodájukba meghívjanak benneteket. Mi ennek a lehetősége? A budapesti polgárőrségen keresztül, illetve a Terézvárosi és az Erzsébetvárosi polgárőrségen keresztül ezzel a jelenlévő 2 kutyával mi akár heti szinten vállaljuk. Vannak tantermi óráink, tehát az iskolai időben is 45 perces tantermi óra, ahol a gyerekek életkorának megfelelően tartunk prevenciós előadást. Én nagyon fontosnak tartom, hogy itthon sajnos az állattartási kultúra az nagyon mélyen van az környező országokhoz képest, és én nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekeket egy ilyen interaktív előadás keretében közelebb vigyük ehhez a dologhoz, és ha majd ők felnőnek, akkor talán változni fog itthon is Magyarországon az a helyzet, ami Európában már ugye sokkal jobban áll nálunk.
Ma itt a tábor egyik legnépszerűbb programja a tűzoltóság volt, hiszen gyerekként mindenki tűzoltó szeretne lenni. Mire voltak kíváncsiak a gyerekek, illetve miket hoztatok nekik, miket mutattatok meg nekik? A gyerekek leginkább a felszerelésre voltak kíváncsiak, hoztunk egy feszítővágó készüléket, amivel beavatkozásukat leginkább szoktunk kárhelyszíneknél, autóbalesetnél leginkább használni. Mellette a locsolás érdekelte ugye ebbe a melegbe a gyerekeket, a szivattyúval kitermeltük a Balatonból a vizet, visszatermeltük, közben gyerekek saját magukra is locsoltak. Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület Budapest 14. kerületéből jöttünk. 2006-os viharkár után jött egy olyan ötlet, hogy megalakul a Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Polgárőr Egyesület mellett, mert 12. éve működik az Egyesület elég jól. Önálló beavatkozási minősítést megkaptuk a körülbelül 4 éve a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatójától. Egyesületünk már beavatkozhat önként is a kárhelyszíneken. Úgyhogy nem kell mellénk hivatásos tűzoltót, hogyha kimegyünk a helyszínre, akkor már mi is fel tudunk számolni hivatásos tűzoltók nélkül egy kárhelyszínt. Hatodik éve vagy itt a Terézvárositek a táborban, felügyelő tanár. Milyen fura ezt kimondani, mert ugye a szakmár is felügyelőként tart nyilván. Mennyivel másabb itt a felügyelőség, mint mondjuk a munkahelyeden a büntetésvégrehajtásban? Ez persze fura kérdés, mert nyilvánvaló teljesen más, de mégis. Igen, hát ugye itt gyerekekkel foglalkozunk leginkább, itt is vannak szabályok, amiket be kell tartani a gyerekeknek, kicsit enyhébb szabályok, mint egy büntetés végrehajtási intézetben, ott azért egészen szigorú szabályok között tartjuk a fogvatartottakat és követeljük meg a szabályosságot. Itt is él a táborban a szabály megkövetése és ezeknek a betartása és betartatása. Természetesen gyerekekről van szó, és próbáljuk ezt egy kicsit lazábban kezelni, ezt a szabályok betartását, de az ő érdekükben természetesen a szabályokat be kell tartaniuk nekik is, ugyanúgy, mint egy büntetés végrehajtási intézetben. Azért persze nyugtassuk meg a kedves szülőket, mert ezért itt nem büntetés végrehajtás van, hanem egy nagyon-nagyon kellemes együttlét, de nagyon fontos állomás, hiszen ez egy közbiztonsági tábor, ahol évről évre a büntetés végrehajtást is bemutatjátok. Igen, igen, megnyugtathatjuk a szülőket, hogy teljes mértékben jó kezekben vannak a gyerekek, és nincsenek annyira szigorú szabályok között, mint egy börtönben, egy büntetésvégrehajtási intézetben, de természetesen a gyermekek érdekében szabályokat betartattatjuk velük, hogy minden rendben legyen és zökkenőmentesen működjön ez a nagyszerű tek a tábor. Többszörös táborozók állnak itt előttem, Bori, te negyedik alkalommal, Dominik, te harmadik alkalommal vagy itt. Miért fontos nektek ez a tábor? Miért jöttök vissza évről évre? Hát nagyon jó a közösség, minden évben nagyokat lelkizünk, és olyan barátokra teszünk szert, akikkel még sose találkoztam, ilyen jó kapcsolatom még nem volt. Bori mondja, hogy barátokra tesztek szert, ez iskolán belüli barátok, vagy iskolán kívüliek? Változó, vannak iskolán belüli barátok, és vannak iskolán kívüli barátok is. De miért szereted ezt a tekatábor? Azért, mert nagyon jó programok vannak, szerintem nagyon jól meg van csinálva, és nagyon jó, hogy itt van a Balaton közelében, mert rengeteget tudunk fürdeni. Ha már azt mondja Dominik, hogy programok, akkor milyen programok voltak idén, és mik voltak azok, amik a legjobban tetszettek? Rengeteg program volt, a csapatversenyek, jöttek bemutatózni,
BRFK-tól jöttek mentősök, kiképzett kutyások, meg polgárőrök, rendőrök, beleleshetünk a börtön belső életébe, volt éjszakai fürdőzés, rengeteg sportverseny, mint mondtam. Ez nekem a kedvencem az éjszakai fürdőzés volt, meg amikor a börtönről meséltek. Kaja? Az nagyon finom volt, bőséges adagot adnak, nagyon a pótvacsira nem biztos, hogy mindig van szükség, mert rendes adagot kapunk itt is. Miben változott a 4 év alatt a tábor? Hát eleinte csak 1 hetes volt a tábor, de tavaly meg idén már 10 napos, és ez nagyon jó volt, meg több sportversenyt iktattak be, és ez is nagyon tetszett nekem. Jövőre jössz-e? Én szeretnék jönni. Szinte már minden táborozó többedik éve van itt a TEKA táborban. Miért szeretitek? Miért jöttök vissza évről évre? Hát ugye mindig a barátokért, meg a maga a hangulatért, hogy itt vagyunk a Balatonon, itt vagyunk egy köpésre, és a programokat is én nagyon szeretem, mindig jó visszajönni. Vivien, te másodszor vagy itt. Miért mondtad otthon anyáéknak, hogy újra szeretnék jönni? Egy azért, mert újra több embert megismerhetek, így többet tudok kikapcsolódni nyáron, így nem, legalább így nem kell többet foglalkozni a tanulással. Telefonálás, hát úgy tudom, hogy beszedik a telefont minden reggel, és visszakapjátok este. Hát igen, ez így van. Este beszedik, és délután visszakapjuk, így nagyon nem is tudunk vele semmit csinálni, úgyhogy teljesen mindenki elfelejti a telefonját. Hát ugye lehet, hogy telefon nélkül is élni, ugye? Igen, lehet telefon nélkül is élni. Azt mondjátok, hogy barátságok, milyen barátságok szövődtek? Évről évre, vagy évközben is tartjátok a barátságokat? Van akivel évközben is, valakivel évről évre, de ez mindig változó. Thank you.
Immár 10. alkalommal szervezte meg Stein Gabriella, a Terézvárosi önkormányzat munkatársa az egészségnapot a Széchenyi fürdőben. Szerencsére az eső ellenére is több százan döntöttek a rendezvény mellett. Nem hiába, hiszen ez alkalommal is minden lehetőség adott volt a feltöltődésre, kikapcsolódásra. Széchenyi fürdőben újra egészségnap van, és Juditka mindig itt van, legalábbis biztos, hogy 12-ig megtalálják azok, akik elkésnek. Légy és mesélj arról, hogy mik a tapasztalatok, tehát mi az utózöngéje a strandnapoknak, tehát hogy csapódik le nálad bent az irodában az önkormányzatnál? Nálam az irodában azért a vízhangjának megvan. Általában, amikor jönnek hozzám, nagyon örülnek, nagyon szeretik, ugye változó időjárásunk van, és a mostani pedig, ami kedvező szerintem, megint nagyon sokan jöttek el, hűvösebb idő van, ezt az időszakot is nagyon szeretik, már itt mondták nekem, hogy azért a benti fürdők is nagyon jók, és ki fogják használni a lehetőségeket. Most egyre többen kérdezik, hogy mennyi ideig lehet itt maradni, mindig mondom, hogy estig, egyre tovább maradnak, egy olyan kis csapat szerintem össze is szokott itt a fürdő, akik már ugye visszajárók, és többször is eljöttek az elmúlt idő alatt. Nagyon szeretik a programokat, a masszírozást, főképpen ugye sietnek, hogy mindenkinek jusson hely, és hogy sorra kerüljön ugye a masszírozásba, és hát várják mindig a meglepetés akciókat, vagy hogy milyen kis meglepetés énekes fog jönni. A rendezvényt szeretik. Egyre többen jönnek szerintem. Ezt a programot szeretik nagyon. A vízhangja mindig nagyon jó. 9 órakor kezdődött már a jubileumi Terézvárosi Egészségnap. Dél van, és hazafelé tetszik menni. Nyilvánvalóan, hogy ennyit engedélyeztek otthon 3 órát, mert az unokák várják önt. Hogy érezte magát? Nagyon-nagyon jól éreztem magam. Én imádom különben is a Széchenyi fürdőt. Imádom, nagyon szeretem, úgyhogy tudok már is jövő. Részt vettem a tornán, elejétől végig, nagyon kellemesen elfáradtam, úgyhogy azért is megyek haza, mert én már 8:30-kor itt voltam az elsők között, és tényleg mindent beleadtam, végigjártam az összeset, a sor szaunától kezdve, minden fürdőt, be egy picit voltam, 20-30 percet, úgyhogy bőségesen elég volt, és kellemesen elfáradtam. Nagyon jót tett testemnek, lelkemnek. Széchenyi fürdő elősarnoka, és egy születésnapost ünnepelhetünk kedves személyében, mint a Terézvárosi lakos, Isten éltesse. Azt tetszett kérni, hogy nem mondjuk el akkor, ám bár én szívesen elárulnám, mert büszkeséggel lehet vállalni, akkor inkább ön mondja el. 70. Szívből gratulálunk a stáb nevében. Miért szeret ezeket az egészségnapokat? Hát én mindig ott vagyok minden egyes alkalommal. Megszerettem, és mindig nagyon jó. Terézvárosiként, hát kérdezem meg, hogy érzi magát Terézvárosban, és miért szereti ezt a kerületet? Én már 60 éve itt lakom, és nagyon-nagyon szeretem, sehova máshova nem mennék el. Minden programon ott vagyok, és nagyon jól érzem magam itt. Elárulhatjuk a kedves nézőknek, hogy egy órája itt állunk, és folyamatosan szeretnénk a közeledbe férkőzni, hogy mondj egy pár gondolatot, hogy ez alatt az 5 év alatt a 10. alkalommal vagyunk itt most jelenleg, hogy mennyiben változott ez a strandnap, mind összetételileg, mind élményileg.
Hát nagyon sok ismerős arc volt itt a mai napon is, aztán voltak olyanok, akik még nem voltak itt a egészségnapon. Hát én örömmel vettem azokat is, akik kipróbálták a masszást. Új emberek tudnak örömet szerezni, életet, érzést adni, és hát valójában itt a kollégám, a Melandival nagyon élveztük a mai napot is. Hát Andi, te hatodik alkalommal vagy itt, tehát akkor, hogyha jól számolom, az pontosan 3 éve. De hogy érezted magad ma, és egyáltalán mit szólsz te ez az ötlethez, az egészségnapos ötlethez? Hát szerintem fantasztikus, én a kerületi lakos is vagyok különben, és más kerületek nem is hallottam, hogy lenne ilyen egészségnap. Szerintem mindenkinek nagyon nagy szüksége van rá. Pláne ez a szép korosztály, szépkorúaknak nincs is viszony az érintéshez, nincs az érintéshez viszonya. Tehát azt veszem észre, hogy egy csomó ember így örül ennek az érintésnek, hogy várják már ezt a 2 alkalmat minden évben, hogy egy ilyen finomságot, egy ilyen életérzést kapjanak ebben. Kicsit ki vannak lazítva, kicsit beszélgetünk velük, úgyhogy szerintem mindenki nagyon boldog ettől, én is, és szerintem ők is. Zoltán, te ugye nem terézvárosi lakos vagy, de nagyon szorosan kötődsz Terézvároshoz, nem csak az egészségnapok alkalmából, hanem a Csengeri utcai rendelőben folyamatosan gyúrod az ipart. Már a 7. éve vagyok a Csengeri utcai szakrendelőben, 2 csütörtöki napokon, és hát ott is ugye vannak törzsvendégek, és időnként csapódnak még arra pár órára, amikor van esetleg szabad kapacitás, újak is. Úgyhogy szeretném a masszázs élményét egyre több emberrel megismertetni, és hát remélem, hogy egyre többen már nem óckodnak, nem idegenkednek a masszázsnak ettől a fajta nagyon kellemes idegrendszerre, keringésre jó hatást gyakorló hatásától. A medencében folyamatosan ment a vízitorna, Pál Szandra és csapata ismét kitett magáért, jól átmozgatták a vendégeket. Volt gerinckímélő vízitorna, jóga és tai chi óra, masszázs és személyre szabott táplálkozási tanácsokat is kaphattak az érdeklődők. Egy újabb szolgáltatás itt a Széchenyi fürdő Terézvárosi Egészségnapján. Mit is jelent az a egészségmentor? Az egészségmentor az az angol health coachból lett magyarosítva tulajdonképpen. Táplálkozás tudománnyal foglalkozom, juice terapeuta is vagyok emellett, és az élelmiszerek egészségre való hatásai, vagy a szervezetünkre való hatásaival foglalkozom igazából. Emellett juice terapeuta is vagyok, és préselt levek, zöldség és gyümölcslevek jótékony hatásai segítségével támogatom az egészséget. Vannak, akik nagyon nyitottak rám, mert esetleg pont betegek, és jobban szeretnék érezni magukat, vagy van, aki nagyon fél, mint például ezen az egészségnapon is több ilyen kérdést kaptam, vagy hogy mit csináljunk a cukorbetegség ellen, mert az a legnagyobb mómus, attól félek a legjobban, hogy ez ne történjen meg velem. És akkor megelőzésként is, mert olyan tanácsokat tudok adni, vagy recepteket állítok össze, hogy minél jobban támogassa a szervezetüket, esetleg lehetőség szerint ezeket a betegségeket elkerülhessen. Sztár vendég ez alkalommal a Terézvárosi művészházaspár Kovács István és Sajgál Erika volt, valamint Neumark Zoltán zongoraművész, aki a fellépőket ezúttal élőben kísérte. Tudom, ha egyszer átölel, utána úgy sem engedem, magasba repülni volna jó valakiben. Emblematikus arcok itt a Széchenyi fürdőben, Terézvárosi lakosok, ugyan te már csak voltál, de azért nagyon sok évet lehúztál itt, és hát azért 1000 szállal kötöttök Terézvároshoz, úgy mind lakosok, úgy mind művészek, és hát a gyermeketek természetesen a Bajza utcai általános iskola tanulója volt 8 éven keresztül. Hogy éreztetek ma magatokat? Nagyszerűen. Bevallom, én nem hittem, hogy ilyen helyen jó hangulatot lehet teremteni, de tévedtem, bevallom töredelmesen, nagyon jó volt az egésznek a hangulata, a közönség kitűnően vette is. Fantasztikus atmoszférát zárt be a közönség, tehát körülöttünk ez a gyűrű, nem csak fizikailag zárt be, hanem minden energia befelé jött felénk, és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, nagyon édesek voltak, és minden dalt tudtak, úgyhogy 5-ös, ugye 5-ös karnagy úr? Abszolút, 5 fölé. 5 fölé. Hát az annál jobb dolog nincs, amikor együtt énekel egy csapat. Teljesen mindegy, hogy 10 vagy 40 fő vagy 60, hát a csillognak a szemek, a lelkek nyitottak. Nagy dolog, a mai világban nagy dolog. Köszönöm, hogy imádott, hogy rejám úgy vigyázott, de ne küldjön virágot nekem.
Köszönöm, hogy becízett, csak egy kissé elkésett, mert titokban más élet szívem. De miért is áltatnám többé magát? Várjunk el szép csendes, mindkét jó barát. Az egész kerület egy kór. Köszönöm, hogy imádott, hogy rám úgy vigyázott, de ne küldjön virágot nekem. Mit jelent számotokra Terézváros? Az otthonunkat, és nagyon szeretjük, mióta itt lakunk 20 éve. És ez megint meglepetés volt nekem, mikor itt kezdtem lakni, hogy az is picikét elképzelhetetlen volt elején, hogy lehet ennyire bent a városban lakni. Zuglóban nőttem fel, amiben nem a külváros, tehát ennél kicsit kertesebb vidék. És azután picit olyan fura érzés volt, hogy nagyon hamar megszűnt, és ragaszkodom Terézvároshoz, változhatnám azóta. Muszáj megkérdezni az édesanyját, hogy mi van a gyermekkel. A gyermek, aki a Bajza utcai általános iskolában kezdte az életét, tehát minden fontos dolog itt történt velünk Terézvárosban, Cambridge-be indul jövő hónapban. Illetve most? Illetve most 28-án Cambridge-i diák lesz, felvették a világ első egyetemére. Ilyen jó a Bajza utcai általános iskola. Ott kell kezdeni. Tényleg, ott kezdett angolul tanulni, és onnan jött el középfokú nyelvvizsgával, és onnan jött el sok-sok okos szeretettel. És most megy a világba. Te egy kicsit hűtlen lettél Terézvároshoz, elhagytál minket, azért kötötsz még ide, hiszen rengeteg fellépésed van Terézvárosban, ugye a zsinagóga is ott van, tehát hogy azért te itt maradtál szíved mélyén. Hát a munkáim az továbbra is ide kötnek, a 6. meg a 7. kerületbe, úgyhogy én nem igazán váltam ettől el, csak a városnak a lüktetése az néha már nekem is sok, úgyhogy én is, mint nagyon sok ember kifelé, szerettem volna menni ebből, úgyhogy azért költöztünk ki Peremvidékre, de minden nap bent vagyok. És hát a kultúrának egyik meghatározó kerülete, nincs mese, 150 éve. Ne nézzen úgy rá a gyönyörű szemébe, a szívbe játszani, jaj, nem szabad. Ne fogjon úgy át az ölelő kezébe, a szívnek húrja van, mely elszakad. Járunk-kelünk itt a Terézvárosi Egészségnapon, és figyeljük a terézvárosiakat. Természetesen ez a mai nap a szépkorúaknak szól, de hát nincsenek kizárva a terézvárosi lakosok, mint ahogy Geszti Glória művésznő sem, és nem elég sűrűn szoktál járni, és hát azért azt tudjuk, hogy mi mondtuk, hogy jövünk, és azt mondtad, hogy akkor te is szívesen kijönnél. Itt a helyem, ez az igazság. Egyrészt én imádom a 6. kerületet, és imádom a Széchenyi fürdőt, úgyhogy minden ilyen rendezvény, amin ti itt vagytok, egyrészt mint kollega itt a helyem, másrészt mint lakos itt a helyem, harmadrészt meg mint aki imádja a fürdőzést, és természetesen az egészséges életmódot. Mi terézvárosi lakosként és a 6-os csatorn egyik műsorvezetőjeként nagyon nehéz volt itt neked elbújnod, hiszen azt láttam, hogy folyamatosan művésznő, Glória, te a Glória kiabálnak befele. Milyen érzés az, amikor eljössz, és nem csak mint magánember, hanem tulajdonképpen egy kicsit munkaként is itt vagy? Ez szépíti meg a munkámat, mert ilyenkor azt mondom, hogy minden nehézség eltörpül, amikor ilyen kedves köszöntések, hozzámszólások vannak, sőt volt, aki már megkérdezte, hogy idén is lesz vonatozás, mert az olyan jó volt. Úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon sokat segít. Látszik, hogy még nem volt időm átöltözni fürdőruhára, mert még itt is egy kicsit beszélgettem, meg ott is, de most már sietek, mert hát ugye ma még nagyon sok program van, szeretnék részt venni majd a tornában, vízitornában, úgyhogy én örülök, hogy most itt vagyok.
remélem, hogy a mai alkalommal a szokásosnál is még nagyobb hangulatot sikerült itt teremteni, és ezt mindenki így gondolja, aki ma eljött a 10. jubileumi egészségügyi napra ide a Széchenyi fürdőbe. Most is biztosított minden, ami a korábbi 9 alkalommal. Azt hiszem, hogy mindenkinek a kedvére a masszástól egészen a vízitornáig bezárólag. Meglepetés vendégek is megérkeztek, és méghozzá Kovács István és Sajger Erika művészházas pár, akik terézvárosi lakosok, szórakoztatták a nagy érdeműt a 10. jubileumi alkalommal. Én azt gondolom, hogy mindenki nagyon jól érezte magát, és hát a végén egy még nagyobb meglepetéssel készültünk, és akkor már sokszor hangzik el a meglepetés szó, ebből is látszik, hogy tényleg mindenki jól érezhette magát. Egy hatalmas 300 szeretes tortával kedveskedtünk mindazon terézvárosinak, aki ma ide ellátogatott a Széchenyi fürdőbe. És ezúton is szeretném megköszönni kedves kollégáimnak, elsőként Stein Gabriellának, hogy ezt a programot nekünk lehetővé tette, és az összes többi segítőnknek, akik a beléptetésnél, illetve itt a kiszolgálásnál részt vettek a mai nap lebonyolításában és szervezésében. És azért nyugtassuk meg a kedves nézőket, hogy jövőre is lesz minimum 2 alkalommal ismét egészségnap itt a Széchenyi fürdőben. Természetesen én azt gondolom, hogy ezeket a kiváló hagyományokat mindenképpen folytatni kell, igény is van rá. Tizedik alkalommal vagyunk itt az egészségnapon, ilyenkor leltárt szoktunk készíteni. Kisebb-nagyobb megszakításokkal ti minden alkalommal itt voltatok. Hát neked azért közben volt egy pocaklakód is, aki ma már 4 éves, úgy tudom. Hát mesélj, hogy is történt ez a elmúlt 5 év. Hogy érezted magad itt az egészségnapokon, és mi van a babával? Hát köszönöm szépen a kérdésed, és örülök, hogy itt lehetünk minden évben. A baba már bizony most kezdi az óvodát, úgyhogy nagyon gyorsan eltelt ez az idő, föl se fogom, de csak a babák öregednek, mi nem. És minden évben nagyon nagy örömmel jövünk, és visszatérő vendégek vannak, így igazából már barátokként üdvözöljük egymást. Hát te meg visszaköltöztél Sopronba, de azért nem hagyod ki ezeket az egészségnapokat, följössz, és azt láttam, hogy ma is nagyon élvezted, mint eddig mindig. Igen, nagyon szeretek itt lenni veletek a Széchenyi fürdőbe. Ahogy a Szandra is említette már, mi szinte mindenkit barátként kezelünk az elmúlt 4 évben. Mindig tudok mindenkiről mindent, mert a Facebook ugye azért nagy segítség, és ezáltal, ha nem vagyok itt, akkor is a Szandra beszámol, hogy ki hogy van, és hát mindenki fiatalodik meg egyre jobban. Én csak azt veszem észre ezeken az egészségnapokon. Ha már eltárt készítünk, akkor azért abba beletartozik, hogy amikor elindultuk, akkor ti ketten voltatok csak foglalkozásvezető, de azóta többen csatlakoztak hozzátok. Mennyiben változtak ezek a foglalkozások? Igazából próbálunk sokoldalúaknak lenni. Alkalmazkodunk a helyi körülményeknek, mert először bent kezdtük, ott kisebb volt a medence, aztán itt kikerültünk ide, ez viszont melegebb medence volt, ezért lassabb mozgásokat lehet végezni, hogy ne viselje meg úgy a szervezetet, a melegvíz, és maximum 20 percesek legyenek, tehát hogy a szívet se terheljük túl. Pilates, jóga, stretching, meg a szokásos ilyen gimnasztikai gyakorlatokat szoktuk meg, tájcsi, úgyhogy szoktuk keverni, hogy változatos legyen. Azért egy kicsit tegyük képbe a kedves nézőket. Itt elmondtunk néhány szakkifejezést, amiről fogalmunk sincs tulajdonképpen, hogy mi is az, legalábbis nekem biztos nem. Ugye a stretching az ilyen nyújtó gyakorlatok, lassú mozgással vannak, a meleg víz az erre ideális, a hideg vízben gyorsabb mozgások vannak. A pilates az egy kicsit dinamikusabb volt, a jóga az ilyen jobban kitartott volt, valamint volt egy tai chi, ami meg még jobban a légzésre, a belső énre, a belső világra fókuszál. Tehát összességében kimondhatjuk, hogy ma is sikeres egészségnapot zártatok. Bizony kimondhatjuk. Igaz, a kezdet nehéz volt, mert még borús volt az ég és esett az eső, de így délutánra szépen kisütött, úgyhogy mindenki szerintem nagyon jól érezte magát. És nem volt az a nagyon-nagyon-nagyon meleg kánikula idő, hanem szerintem nagyon kellemes időnk volt ma. Úgyhogy köszönjük szépen a lehetőséget.
ismét itt vagyunk, és itt már a 10. alkalommal. Ez a jubileumi alkalom, és marha nagy rendezvény volt. Fellépők voltak, Kovács István és kedves neje, operettet énekeltek, szuper volt, nagy sikerük volt, és ahhoz képest, hogy az időjáráson vegyes felvágott volt, teltház volt, már a 6. kerületi lakosokból kifolyólag. Ezen kívül akkora tortát hoztak be, hogy úgy meglepődtünk, ugye, hát 10. alkalom, jubileumi alkalom, és megszervezték, hogy egy nagy emeletes csoki tortát, és marcipánnal belőtte, és ugye benne a közepén az emblémája 6. kerület Terézvárosnak. Úgyhogy mindenki sorbált, jó, mindenki jó belakott, még maradt is valami a kicsit a stáb részére, sütemény. Tehát nagyon jól éreztük magunkat tényleg. És még Nautára is perdültem. Igen, arra perdültem, és Ajgár Erika énekelt éppen, és ugye tudtam azt a számot, illetve a legtöbbet tudtam, mert imádom az operettet, és akkor oda jött a mikrofonnal, és vele együtt énekeltük tovább a dalt. Sőt, olyannyira, hogy a végén már szinte mindenki énekelt, és több emberhez odavitte, ugye, hogy hallgassa együtt a zenét vele, illetve az éneket. Úgyhogy nagyon jól résztük magunkat, és remélem, hogy a későbbiekben is ugyanilyen jól fognak alakulni az itteni terézvárosi strandnapok. Csatlakozok az előzőekhez, én csak annyit szeretnék mondani az elmúlt 5 évhez. Nem csak az, hogy a fürdő, a jó idő, meg egyszerűen a 6. kerületi úgy a stábtagokkal, mint mindenkivel, akit a rendezvényt szervezték, egy igazi baráti kör alakult itt, nem csak nyugdíjasok, hanem szépkorúak, és ez egy nagyon jó eső, jó időben, mindenki együtt van, és úgy a stábtagokkal, mint a kerületnek a dolgozóival, egy baráti társaság alakult ki, és nagyon szívesen jöttünk, és jövünk legközelebb is, hogyha lesz ilyen, és nagyon jól éreztük minden alkalommal magunkat, úgyhogy ezt köszönjük mindenkinek, az egész 6. kerületi Terézvárosnak. Ismét ismerős arcra bukkantunk, 10. alkalommal tetszik itt lenni az egészségnapon, Terézváros szervezésében. Hogy érzi magát, miket próbált ki, mik voltak a kedvenc mai programok? Nagyon jól esett egy kis a meleg víz, ez az élményfürdő, nagyon klassz. Úgyhogy este meg belmegyek. Esett egy picit az eső, de nem volt vészes, nem kellett bemenni. Úgyhogy a benti részt is majd még kipróbálom. Júliusban voltam még, akkor is, mikor volt ez a nap, és akkor most voltam, de nagyon jó. Hát emlékszem, hogy pár évvel ezelőtt a belső medencékbe ültünk, és akkor még a mamával tetszett jönni, aki azóta már sajnos nincs közöttünk. Hogy tetszik visszaemlékezni arra a strandnapra? Hát az nagyon-nagyon szépek voltak. 84-től lakunk a kerületben, és akkor mindig kijöttünk. Vagy bérletünk volt, vagy így a napokon kijöttem anyukámmal. Úgyhogy köszönjük is ezt az egész vezetésnek, akik így beengedtek minket ingyen. Azokra a helyekre mentem, mikor valamikor anyóval, és akkor ráemlékeztem, úgyhogy biztos látta, hogy milyen jól éreztem magam. Pontosan emlékszem arra a pillanatra, amikor 5 évvel ezelőtt jött a diszpó, hogy strandnap lesz itt a Széchenyi-fürdőben, illetve pontosabban egészségnap. Akkor meg is kérdeztem, hogy rossz a helyszín, hát miért mennénk mi a Széchenyi-fürdőbe. Szent Gabit fogjuk most megkérdezni, akinek mindig csak köszönünk, de sose látja a kedves néző, hogy ki is volt ennek az létrehozója, ötletgazdája. Drága Gabi, hogy jött ez létre? Az egyik Hunyadi téri rendezvényen jött az ötlet, amikor a szökőkút már működött és gyerekek fürödtek benn, és 2 nyugdíjas a hátam mögött azt mondta, hogy milyen kár, hogy nem medence. Nem egyenes volt az út, de tulajdonképpen a gondolatmenet ebből jött létre, és akkor bementem polgármester asszonyhoz, hogy szerintem kellene egy ilyet csinálni, abszolút támogatta az ötletet, úgyhogy az ötlettől vezérelve
elkezdtük a szervezést, és tulajdonképpen egy hónap leforgása alatt itt volt készen a rendezvény, erre vagyok a legbüszkébb. Hát itt a 10. alkalommal vagyunk, és bebizonyosodott, hogy remek ötlet volt, és imádják a terezvárosi szépkorúak, főleg a mai napot, amikor Kovács István és Sajgál Erika házaspár lépett fel, ami egy plusz meglepetés volt, hiszen eddig mindig egy-egy neves művészünk jött el, Csonka Pici, Szulák Andrá, és sorolhatnám a neveket. Szerinted miben változott ez az 5 év alatt? Hát a programban sok változás nincsen, mert ugye mindig a preventatív jellegen van a hangsúly, a vizitornán, a masszázson, de erre van igény, tehát nem is gondolom, hogy ezen változtatni kellene. A kulturális műsoron meg azért változtatunk, hogy mindig színesebb legyen, minél szélesebb körbe tudnak jönni a fellépők. Azt gondolom, ez olyan már, mint egy ilyen nagy családi rendezvény, ahol több százan egy évben kétszer összejönnek, jól érzik magukat, már szinte mindenki barátja mindenkinek. És már természetesen egy nagyon nagy meglepetésben is része volt a terezvárosiaknak. 10. alkalomra úgy gondoltam, hogy valami dukál, ami így az ünnepi fényt emeli, és így jött a torta. Nem volt egyszerű ekkora tortát se ide szállítatni, se legyártatni, de sikerült. Mit tetszene szólni ez az önkormányzati kezdeményezés? Nagyon jó szerintem. Úgy, mint az egészségnap is, csak sajnos azon nem tudtam részt venni. Ugyanolyan jó kezdeményezés, mint amit most elkezdett a polgármester asszony. Mit remélnek ettől a mai naptól? Azt, hogy többször is lesz ilyen, és reméljük, hogy a polgármester asszony még nagyon sokszor fog ilyet rendezni. Tervezi az önkormányzat az egészségnap ismétlését, illetve ezt a programot? Így van, szeretnék megismételni, hiszen annak óriási sikere volt, és a tanulság az az, hogy még több helyen kell felállítani az egészségpontokat, mert olyan nagy volt az érdeklődés, de hát az is egy kísérleti jellegű első egészségnap volt, ez itt a Széchenyi fürdőben szintén első alkalommal vagyunk itt. Én úgy gondolom, hogy legközelebb még gördülékenyebben, még jobban fog menni az egészségnap, itt a Széchenyi fürdőn egyelőre minden jól alakul. Reggel fél 9-től már gyülekeztek a kedves terézvárosi szépkorúak itt a Széchenyi fürdőben. Így igaz, amikor elkezdődött a rövid regisztráció, még egész kellemes idő volt, most már azért egészen jó meleg van. Egy rövid regisztráció után, amint túlestek a kedves lakosok, kaptak egy frissítőt, egy ásványvizet, és mehettek be a strandra a strandnapot eltölteni, ami ugye az egészségnapok közül a második. Idén először vagyunk itt kint a Széchenyi fürdőben, majd lesz még egy alkalom, amikor szintén Széchenyi fürdőzünk, de azt gondolom, hogy az egészségnapok sorozatában ebben az itt iszonyatos nagy melegben, ami a mai napon ránk köszöntött, nagyon jót tesz mindenkinek ez a kis felfrissülés. Hogy érzed magad itt a strandnapon? Én imádom a strandot, imádom a vizet, a napfényt, a levegőt, úgyhogy én nem tudom magam ilyen helyen rosszul érezni, én csak jól érzem magam. Újra itt vagyunk a strandnapon, hogy érzi magát Marika néni? Nagyon jól érzem magamat, és bár többször csinálna a Zsófi éneket. Nagyon jó ez a kis kikapcsolódás a nyugdíjasoknak. És már hagyományos programnak tekintető ez Terézváros történetében, hiszen több évet csináljuk évente elég sok alkalommal, nem csak itt a Széchenyi fürdőben, hanem ugye prevenciós napokat tartunk az 5-ös 10-ben is, tehát már meg sem tudom számolni, hogy hányat az elmúlt években, és valóban van értelme, látogatottak ezek a prevenciós napok, és hogy ilyen jó időt sikerült kifogni, ez meg külön egy nagyon kellemes. Szeretném megköszönni a kolléganőimnek a segítséget, és elsősorban Stein Gabriellának, aki nagyon sokat tett azért, hogy ez a program itt ma megvalósuljon, és hát csak annyit tudok mondani a végére, hogy augusztusban is nagyon sok szeretettel várjuk a terézvárosiakat ugyanide, és ősztől pedig folytatódnak továbbra is a szűrővizsgálatok. Ha a vég
sok-sok szeretettel köszöntöm a terézvárosiakat itt a Széchenyi fürdőben. Én már 8. alkalommal rendezi meg önkormányzatunk ezt az egészségnapot, ami a mozgásról, a vízről, a víznek a jótékony hatásáról szól. Én azt hiszem, hogy ez mindannyiunk örömét szolgálja, hiszen az egészségnek tényleg egy lényeges formája a mozgás, és különösképpen egy ilyen gyógyvízben a mozgás az mindenkinek jót tesz. Stábunk kitartó, alázatos munkáját látva, még a Formosa televízió riportere Vejmin is kedvet kapott egy kis rögtönzött bejelentkezéshez. Hello, Teresvárosi! Nagyon jó ez a viendő! Hát nagy kellemes volt, nem volt az a borzasztó nagy meleg, de az a baj, hogy egy évben csak kétszer van ilyen lehetőség. Veszünk részt a Színházak Éjszakája rendezvény sorozaton a Fiatalkorúak Büntetés Végrehajtási Intézetének, illetve a Tököli Országos Büntetés Végrehajtási Intézet közös színjátszó csapatjával. És mit hoztak nekünk itt a Színházak Éjszakájára? Egy saját darabbal készültünk, a Kirágalak című tragikomédiával, ami egy zenés színdarab és egy földi kutya családról szól. Azért a földi kutyákról, mert láttam egy ez úgy újságcikket, hogy felfedeztek egy új földi kutya családot, és rájöttem, hogy ezek mennyire csodálatos és izgalmas élőlények, hiszen úgy élnek a föld alatt, hogy se fülük, se szemük nincsen, és belegondoltam abba, hogy mit jelent az, hogy egy földi kutya nyomorék, kinő a szeme vagy a füle, és ebből indult az ötlet, és a másság megmutatása egy ilyen görbetükör formájában. Százados asszony megírta, és közösen rendezték a darabot. Hogy készültek a darabra? Ketten állítottuk színpadra. Ugye, amikor kész volt a darab, akkor kezdődött a szereplőválogatás. Nagy kihívás volt megjeleníteni a földi kutyák élete során azt, hogy ők nem látnak. Tehát a megszokott színházi darabokkal ellentétben itt a szemkontaktus nem kereshették a szereplők. Tehát ez egy nagy kihívás volt. Tehát, illetve még az, hogy beszédtechnikai órákat kaptak, tehát a tiszta, érthető beszédet. Úgyhogy egy elég hosszú folyamat volt ez. Próbák hogy zajlottak? A próbák heti 3 alkalommal, mindig munkaidő után, tehát minden szereplőnk iskolás vagy dolgozó, úgyhogy először dolgoztak, és utána ezt plusz a szabadidejük terhére játszottak. A szereplőválogatások azok már korábban megtörténtek, hiszen mi folyamatosan dolgoztunk velük már karácsonyi műsorral, húsvéti műsorral, és itt már tudtuk, hogy ki az, aki szóba jöhet, ki az, aki még az ítélete miatt bent fog maradni eddig a színdarabban. Tehát, hogy ezt a Színházak Éjszakája szeptember 22, ez olyan dátum, amit biztosra kellett venni, hogy ő még bent marad velünk. Nyilván nagyon fontos volt a tehetség is, de a kitartásuk is, és egyben én azt gondolom,
hogy ha nem is tudatosan, de sok-sok szerepet rájuk írtam. De hát már a karaktereket, hiszen ismertem a fiúkat. Lágáim, igen. Eljött az idő. Milyen idő, anyu? Anyu, na mondd már! Ne izélj már! Tudod, hogy kíváncsi vagyok meg, kamasz? Nem tudok várni. Ez életkori sajátosságom. Színpadképre figyeljetek. Hamarosan megszólnék a kis tesót. Jaj, nem már. Megint egyel többen leszünk a vacóban. Ez most komoly? Ugye nem hozzám költözik? Én nem bírom a kicsiket. Mindig oda bújnak meg fáznak. Már lassan én költöznék egy másik vacukba. Helyett a vacok helyett. Büntetés végrehajtás folyamán nagyon fontos feladatunk a reintegráció, és erre egy nagyon jó példa, hogy mi vegyes csoportokkal tudunk dolgozni. Tehát fiatalkorúak, illetve nagykorú fogvatartottak közösen. Tehát a fiatalkorú játékosság mellett ott van a idősebb, érettebb emberek élettapasztalata, és ez nagyon jó, hogy egy ilyen közösség hogy tud működni. Tehát ezt mindenképp megemlíteném, hogy sokszor hónapokig dolgoztak együtt, azért, hogy így sikerüljön ez a darab. Bár a lényeget még nem érted el, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk, meghalunk, mi egyméből való. Hogy készültek a próbákra? Hát nagyon sok próbánk volt eddig, pontosan a 60. De mindig jobb volt, meg jobb is lett. Most megállítottunk egy olyan pontra, hogy elértük a csúcst, és örülünk, hogy itt lehetünk Pince Színházban. Egy pár kulisszatitkot, hogy hogy próbáltak? Hát heti 3 alkalommal, délutánonként általában minden, hogy többen dolgoznak, és van egy beszélőhelyiség a börtön belül, és ott van egy színpadrész, és ott próbáltunk paravánnal, szóval bebírtuk gyakorolni a figurákat, amik kellettek ugye az előadáshoz, amik szükségesek voltak. Miért jelentkezett ebbe a produkcióba? Hát engem a százados névet be ebbe a programba. Én nem tudtam, hogy elsőnek van ilyen, csak megkérdezte tőlem, szeretnék-e színházba járni, és én elsőnek azt hittem, hogy csak nézni kell, nem szerepelni. Utána meg előjött ez, hogy szerepelni kell, megtetszett, utána folytattam, és itt vagyok. Mi az üzenet ennek a mai estének? A mai estének talán a másság elfogadása, az összefogás is, és a család összetartó ereje. Mindig bízunk meg másokban, és becsüljük meg a helyünket, meg tartsuk, legyen összetartás. Meg hát a szeretet, a családi szeretet. Az igényes színház mindig tükröt tart, bekapcsol, szembesítést kínál. Színházak éjszakáján azért jó, hogy a színházak éjszakáján még igazából nincs éjszaka, hiszen éjszaka is lesznek programok, de azért jó, mert drága Karinti Marci igazgató kollégámmal kitaláltuk azt együtt közösen, a mi kis marketing csapatunk, aki mögöttünk áll, mert teljesen csapatban kell gondolkozni a színházban, hogy egy buszt, a mögöttünk levő Hopon Hopov busz kibéreltük mára, és óránként jön a busz a játékszín és a Karinti Színház között, tehát a nézők fönn vannak a buszon, és ott is szórakoztatjuk a nézőket, de a buszon színészekkel találkozhatnak, igazgatókkal is találkozhatnak, természetesen, úgyhogy reméljük jól szórakoznak, és reméljük nagyon sokan eljönnek ma a színházak éjszakájára.
A kapcsolat nagyon régi, hát adta az élet, ugye, mivel volt egy magánszínház, aztán jött egy másik magánszínház, hát óhatatlan volt, hogy mi nekünk össze kell tartanunk, és lassan ugye átveszük az birodalmat az egész Pest fölött. Így ugye? Van, így na most ez az ingajárat azért is jó, mert lassan most már előadások között is tudunk ingázni, tehát valaki első felvonást megnéz a játékszínbe, és esetleg átjön másodikra a karintiba, és ha tetszik neki, még vissza is megy. Így van. Aki éjszakája van ma, és önnek a kedvenc színháza a Karinti Színház. Miért szereti? Természetesen én a Karinti Színházban minden évben eljövök, és több alkalommal, és nekem szilveszterkor az a csodálatos, amikor ide eljövök, és olyan emberségesen új évet kíván nekem Karinti Mátyás. És én azt tudom mondani, hogy ez a világ, ahogy az ország legszebb színháza. Itt lakom, nem azért, de azért, hogy mindig ide jövök, mert kedvesen fogadnak, és szépek, és okosak, és nagyon jó színházi gárda van itt, akit nagyon kedvelek. Tulajdonképpen azt szeretném elmondani, hogy 11. kerületben a legtradicionálisabb színház itt tulajdonképpen a Karinti Színház, aminek én nagyon örülök, mert tulajdonképpen ez egy olyan városrész, ahol tényleg mennek az emberek a színházba, kedvelik a közönséget, a színészeket, akik itt dolgoznak, az nagyon sok dolog, hogy itt tényleg olyan temperamentumos színészek dolgoznak, akiket tényleg az ember nem csak a tévéből, hanem a színházból is megismerheti, és én nagyon szeretem őket, és gyakran járok ide, és ide fogok jönni, és elmondom magának azt, ha én elmegyek nyugdíjba, én csak azt szeretnék lenni, hogy eljöjjek a Karinti Színházba, és jegyszedő legyek, vagy juhatáros. Színházak éjszakája, ez egy nagyon jó rendezvény, jó kezdeményezés. Mind a nézőknek, mind nekünk színészeknek, mert egy kicsit más csinálhatunk, mint a hétköznapokban, mint egy normál előadásnál. Most ugye itt a Karinti Színházban vagyunk, itt éppen a Tanár úr kérem csapatával sütünk palacsintát a nézőknek, és közben egy ilyen nagyon jó kötetlen konyhai beszélgetés folyik. Nálunk az Operett Színházban ráadásul ezen a napon van a Broadway Fesztivál is, úgyhogy innen rohanok oda, vár egy taxi, és akkor ott különböző programok lesznek, például színházi illemtan lesz az első, amin részt veszek. Majd az éjszakát itt fejezem be szintén a Karinti Színházban, ahol ugyancsak a Tanár úr kéremmel lesz egy ilyen játékos vetélkedő a nézőkkel. Mit jelent számodra a színház? Hát a színház egyrészt szerelem, hobbi, hivatás, második otthonom, vagy az első, nem is tudom. Hát tulajdonképpen az életem legnagyobb részét a színházban töltöm, és az ember itt egy kicsit tud nem önmaga lenni, meg nagyon önmaga,
úgyhogy egy csomó gátlását az ember a színpadon levetkőzi. Csodálatos hely a színház. Az a dolga, hogy hagyja eltűnni saját énjét. El kell engednie magát, hogy lényét magába foglalja a szerep szerinti karakter. Kolibri Színházban mi is nagyon örültünk, hogy az idei színházak éjszakájának a fókuszában a színházi nevelés áll, úgyhogy rendkívül sok színes programmal készültünk. 3-5-ig meseolvasás volt a kicsiknek, 5-től egy drámatársas játék, ahol meglévő 3 előadásunkhoz csatoltunk 3 mini foglalkozást, és rendkívül nagy érdeklődés mellett ment el az egész. Azt követte a Herceg Úrfi vizsgája című improvizációs játék, szintén a színészeinkkel együtt, majd a Fúvós zenekar zenélt, aztán egy visszatérő című előadásunk ment le a dráma foglalkozással, ami hozzátartozik, ott már a nagyobbakra számítunk, és a sort pedig egy retro diavetítés zárja, amikor is a színészeink közül többen hagyományos diafilmeket vetítve, ők alámondva saját stílusuknak, habitusuknak megfelelően szórakoztatják majd a nagy érdeműt. Ez a készakája papadimű teatina jön, megy. Jövök, megyek, őrület van, mert a Kincsemben, Kincsem parkban, mostan a Kincsem bemutatója a Lovaszínháznak, és közben itt az Operett Színházban jöttem gyorsan leénekelni egy dalt, aztán rohanok vissza, tehát ott voltam mikroportos beállítom, beöltöztem, jöttem így egy gyorsan énekelgetet, és megyek vissza, úgyhogy nekem ez nagyon jó, sűrű. Imádom. Mit jelent számodra a színház? Hát, szeretném a katarzist jelenteni, de nagyon sokszor nem jelent azt, mert most egy kicsit. Szóval szeretném a katarzist jelenteni, nekem ezt jelenti. Itt vagyunk a színházak éjszakájánál, és talán először történik meg a Thália Színház
történelmében, hogy most zárva vagyunk, ugyanis eddig minden évben nyitva voltunk, de mivel felújítások vannak, jelen pillanatban nem tudnak bejönni hozzánk a nézők, de azért kitelepültünk egy kicsit, mert ide azért ide tudnak jönni, tehát itt is azért autogramokat osztogatunk, ha tudnak, akkor ide jönnek, és akkor lehet minket látni, lehet velünk találkozni. Nagyon érdekes, mert azért rendkívül készülünk az előadásokra, úgyhogy nem sokára bemutató, tehát hiába zárt falak vagy zárt ajtók mögött, de mi azért dolgozunk. Úgyhogy már az első darab is nem sokára bemutatásra kerül, október 14-én, legyen férfi, Monsieur Pignon, úgyhogy ne hagyják ki a Thalia Színházat, nekem a szívem csücske a színház, ezért vagyok színésznő, ráadásul itt Magyarországon, mert ha Amerikában lennék, lehet, hogy filmszínésznő lennék, de itt vagyok, ide születtem, és nagyon jó, hogy ide születtem, mert a színház az jó és örök, úgyhogy jöjjenek, nézzenek minket. Yeah! Re! Te! Mi? Ezek éjszakája Budapesti Operett Színház. Azt mondták, hogy célirányosan ide érkeztek. Miért? Hát gyakorlatilag mi itt lakunk nagyon közel a 6. kerületben az Oktogonnál, és egyébként ez az egyik kedvenc színházunk, az Operett Színház. Nagyon sok musicalt meg operettet néztünk itt már, és egyébként 5 éve szerettem volna legalább eljutni ide a Broadway-re, csak valahogy mindig úgy alakult a program, hogy nem, és idén végre szerencsére tényleg el tudtuk intézni, hogy ki is jöjjünk ide a színházak éjszakájára, amikor itt teljesen nyitva van, minden be lehet menni, körül lehet nézni, szuper jó programok vannak itt kint a színpadon, úgyhogy igazából ezért. Most nekem is az egyrészt a praktikum miatt, hogy itt lakunk az Oktogonnál, másrészt már én is ugyanúgy, mint a párom, elég régi színház rajongó vagyok, és a Budapesti Operett Színház mellett a Víg Színház és a Pesti Magyar Színházba jártam régebben is. Úgyhogy ez így adta magát a közelség is, meg szeretjük Peller Annát, Dolhai Attilát és a többi sztárt is. Úgyhogy most legutóbb voltunk itt, azt hiszem, a Luxemburg grófján. Most is tervezünk, most láttuk az István a királyt, hogy itt lesz januártól, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy mi is tervezünk majd az új előadásokra is egy-két színház látogatást. Zenés vagy prózai színház a kedvenc? Is. Nincs különbség igazából. Vegyesen szeretjük ezt is, azt is. Miért szeretik a színházat? Hát én tanárként is fontos számomra a kultúra, de egyébként is már kiskorom óta a család is hozta magával ezt a dolgot, hogy mindannyiunk színházbarájáról, színházrajongó, úgyhogy ez olyan, mint a, nem tudom, a levegő nekem, vagy mint a szabadidő sportok mellett, erre mindig igyekszem hangsúlyt fektetni. És a már 6. csatorna, Terézváros, miért szeretnek itt élni Terézvárosban? Hát gyakorlatilag miért is? Pont a múltkor beszélgettük, hogy azért, mert itt annyira a centrumban vagyunk, és tényleg, hogyha az ember csak egy mozira, csak egy színházra, csak egy bármilyen programra ki szeretne menni, vagy el szeretne menni, akkor gyakorlatilag csak pár méter az egész. Én is azt mondom, a kulturális lehetőségek elsősorban, illetve tényleg az, hogy annyira itt bent vagyunk a centrumban, egy pezsgő, sokszínű élet van, hogy mindenképpen vonzó. Hogy azt kérdezte, hogy miért fontos a színház ma. A színház mindig fontos, a színház kultúrát ad, elgondolkodtat, érzelmeket ad. Az embereket abszolút ebben a teljesen közönös mondjuk életünkbe elhelyezi mondjuk egy nagy közösségbe. Ez egy társasági mondjuk életforma vagy életmód is. Egész egyszerűen jó színházban lenni. A színház az az életünk része, az enyém egészen biztosan. Yeah.
Tartom, reggel 10 óra óta várja a vendégeket. Ugye a délelőtt, aminek nagyon fontos a gyerekprogramokról szólt, 3 gyerekprogramunk volt, és nagyon sok gyereket vendégül láthatunk, és a délután is az este a felnőtteké. Most éppen, ami zaj kiszűrődik, az Nagy Dániel Viktor és Rutka Robert koncertje. Utána lesz Vár Évával egy beszélgetés, aki ugye visszavonult és megtisztelt minket azzal, hogy a beszélgetésre elvállalta, hogy eljön hozzánk és ellátogat és beszélget a közönséggel, és az záró program pedig egy kicsit kuplizgatunk. Lang György és Falusi Marian Bercsényi Péter vendégszereplésével fog koncertet adni nálunk. Vagyok a Színházak éjszakáján a játékszínben, Szöröskei Timi hívott el, és megnéztem a Gál Völgyi Jánosnak a Varieté estjét. Izgalmasak ezek a színházi éjszakák, mert ugye hát én sűrűn vagyok a színpadon, és kevésbé vagyok a nézőtéren, de fura látni, hogy az emberek hogy reagálnak ezekre az improvizatív kreálmányokra, is nagyon szeretik, és én is imádom, és téged is imádlak. Ma a Színházak éjszakája van, én a játékszínben most fejeztem be, átjöttem a Hadszín Teátrumba, több okból kifolyólag. Egyrészt ismerem az igazgatóját, úgy hívják, hogy Gál Völgyi Dorka, másrészt az én 3 kedvencemet szeretném megnézni. Sajnálom, Vári Éva volt, de pont egy időben voltunk, hogy őt nem láthattam. Itt van Lang Györgyi, Falusi Marian, és itt van Bercsényi Péter, mint vendége Lang Györgyinek és Falusi Mariannak, és nagyon kíváncsi vagyok rájuk. Mind a 3-at imádom, szeretem, és sajnos már tovább nem tudok menni, azt hiszem ezzel ma is vége van az éjszakának ezzel a programmal. Találkozunk még! Búcsú program kínálatában különböző színpadi produkciók, kiállítás, gyermekjátékok szerepeltek. Bemutatkoztak a kerület iskolái és óvodái, népszerű együttesek esti koncertjei és hagyományos szakmák interaktív műhelyei gondoskodtak az egész napos szórakozásról. A búcsú látványos, az egész család számára izgalmas, tartalmas kikapcsolódást ígért az idén is. És mert nincsen búcsú vásár nélkül, a színes és színvonalas rendezvények állandó hátterét a kézműves vásár alkotta. Válogatott és igényes portékáival teremtve meg az igazi hangulatot. Why she calls a shine.
Nagyon szépen köszönjük, nagyon jól éreztük magunkat a színpadon. Te jól érezted magad? Igen. Igen. Jó volt együtt énekelni? Igen, jó volt énekelni. Hoztunk nagy szép énekeket, meg csúfolódókat, meg verseket is, és azt mind most elénekeltük, mert tanultunk Zsuzsa nénivel a tornaterembe. Zsuzsani, mondd el, hogy hogy készültetek erre a mai napra. Igen, hetente többször találkoztam a gyerekekkel, összegyűjtöttem azokat a mondókákat, énekesjátékokat, csúfolódókat, amiket úgy gondoltam, hogy közösen együtt egy vidám kis délelőttön elő tudunk adni, és tényleg nagyon jól éreztük magunkat a próbák alatt is. Nagyon sokat nevettünk, igaz, Bori? Sokat mókáztunk, és tényleg nagyon jó volt velük együtt dolgozni. Utolsó telézárosi búcsútok, mind bajzás növendékek, diákok. Hogy éreztetek magatokat, mit hoztatok ma nekünk? Nagyon jól éreztük magunkat. A modvai táncokat hoztunk, 4 fajtát, öves, kezes és bulgárieszka. Hogy készültetek a mai napra? Hát csak hetente egyszer, keddenként délután, és annyi elég is volt. Hogy állt össze a csapat? Mit lehet tudni rólatok, a táncosokról, néptáncosokról? Hát mi körülbelül már 8 éve néptáncolunk, 2 éve szakkör szinten, és alsóban ugye kötelező szinten, és néhány hetedikessel. Nagyon szeretünk Magyarországon fellépni, és nagyon szeretünk Budapesten fellépni, és ráadásul Terézváros kimondottan a kedvencünk, mert itt nőttünk fel. Úgyhogy nagyon szeretjük így ezt van, a kerületet. Az Artista Képző Központ, és azért is kötődünk még jobban ide a kerülethez. Nagyon gyönyörű napunk van, tehát hogy iszonyatosan jól sikerült még kifogni erre a hétvégére is, hogy ilyen szép időben legyen ez a rendezvény. Bátor jelentkezők is voltak. Természetesen mindig akad bátor jelentkező, és hát mindenkiben van egy kicsit ilyen megmutatásvágy, hogy szeretné ő is a színpadon megmutatni magát, ráadásul Rippel testvérekkel együtt. Hát erre most lehetőséget adtunk, reméljük, hogy jól is érezték magukat a résztvevők. Nagyon kellemes a program idén, és természetesen itt voltunk már reggeltől, több programon részt tudtunk venni, és körbe jártunk a vásárban, és még egy különleges esemény is volt, hiszen pont minket szúrtak ki a Rippel testvérek, úgyhogy a gyerekemmel a színpadon is járhattam. Mi volt a feladatod a színpadon? Először is egy minden eddiginél keményebb bemelegítésben kellett részt vennem, kicsit segítettek benne, és utána 3 férfi társammal együtt egy akrobatikus mutatványt mutattunk be, ami gyakorlatilag könnyebb volt, mint gondoltuk, de nagyon jól nézett ki. Mit szólsz ez a vásárhoz? Én nagyon örülök, hogy itt van újra, mindig körbenézünk, hiszen sokszínű abszolút a gasztrokalantól egészen a kézműves termékek is sok minden van, úgyhogy kóstolgattunk is, vettünk is sok mindent, úgyhogy lesz még emléknek több héttel később is mit kibontani. Nagy öröm ide Terézvárosban mindig visszajönni. Óriási szeretettel fogadják az embert, mindig az az érzésem, mint a családtag lennék, mint hogyha itt a kulturális élet egy nagy család lenne, és mindig valami újat próbálnak kitalálni, és iszonyatosan izgalmas helyszínek vannak. Én nagyon szeretem ezt, amikor így az utcára ki lehet jönni, most az idő is kedves volt, de ugyanez itt a Hunyadi téri Piaf koncert, és egy ilyen nagyon maradandó élmény, hogy az utcáról sétáló emberek egyszer csak megállnak, és így együtt elvarázsolódunk a zenébe. Most is azt éreztem, hogy lehet, hogy valaki csak véletlenül erre járt, mert ez egy utca, és mégis így a zene ereje, meg a közös élmény ereje, meg a kultúra ereje megállítja, és ez itt mindig ugyanez az élmény itt Terézvárosban. Bárány felhők úsznak fent az égen, jön a gólya, gólya sétál, lépeget a réten, nyúlik messze délután az árnyék, jön a cica, csendben szépen macska mancsa járvég. Régi terézvárosi arc, egykoron itt élt Terézvárosban, most ugyan egy kerülettel odébb, de azért visszahúzza a szíve, hiszen elmondta, hogy riporton kívül, hogy a Hunyadi téren jár bevásárolni, és most itt van a terézvárosi búcsún.
Igen, ez valóban így van. 6. kerületi lakos voltam nagyon sok éven keresztül, most a 7. kerületben lakom, de ennek ellenére is ugyanide járok a piacra vásárolni. Ma délelőtti vásárláson is már túl voltam, itt hazamentem, elvégeztem a házi munkámat, és mint ahogy a kedves Zsolt mondta, visszahúzott a szívem, és most ismét itt vagyok a búcsonon, nagyon jól érzem magam. Fantasztikusak a programok, nagyon sok program van a gyerekek részére, és ez nagyon nagy élmény, úgy látom mindenki számára. Engedjem meg, hogy gratuláljak, fantasztikusak voltak. Ez itt egy nagyon új dolog itt a Terézási búcsú, mert eddig még komoly zene nem hangzott. Egy pár mondatban mutassuk be a családot. Feleségem, amikor se kerültünk, és összeházasodtunk, akkor határozott szándékkal az eskünkhöz híven teljesítettük, nem teljesítettük, hanem amit vállaltunk, azt teljesítettük. Az, hogy a gyermeket mi kapunk, annyit el is fogadunk. Ezt azt hiszem, hogy most 82 éves fejjel elmondhatom, hogy ebben az egyben, ha másban nem is az életben, de ebben azért azt hiszem helyt álltam. Azt még áruljuk el a kedves nézőknek, hogy az együttes hogy tevődik össze generációkon át. Hát először is a családban 11 gyermek született, amiből bocsánat, egyik nem született meg, tehát idő előtt elhalt, de így vannak 10. Ezzel a társasággal, akkor még kicsik voltak, ezzel a társasággal megjártuk tulajdonképpen fél Európát, különböző helyekre meghívtak bennünket. Meghívtak, és szerepeltünk Belgium, Olaszország, Németország, Franciaország, ezeken a helyeken fölléptünk mi, meghívás alapján. Nem a koncerttermekbe, hanem mások hallották, és azt mondták, hogy menjünk és csináljunk, játszunk. Megfordultunk börtönökbe és templomokba. Hogy érezték magukat a Terézvárosi búcsón? Nekem nagyon tetszett. Szóval az, hogy lehetett összehozni ilyen színesre, mert korábban érkeztünk és hallottuk a többit is. És a közönség, aki ott maradt, és küldi, és hallgatja, és tehát őnek is jelent valamit. Kell az embereknek nyújtani, nem csak munkát, hanem szórakozást és időnként. És ez itt megtörtént. És jó szórakozást, színvonalas. Nem azért, mert mi szerepeltünk, nem azért, hogy beszéljük a színvonal, hanem amit mi itt láttunk, az tényleg színvonalas. Kérdeztem, hogy van-e nálad napra, és tavattad, de megláttam, hogy itt az ingyenem volt egy 200-as. Bizony, ez itt volt. Itt van még egy, nézd csak. Néhány perce még a tietek volt a színpad, most az Ocsomacsó koncertek készülünk. Hogy éreztétek magatokat? Én nagyon jól éreztem magam, nagyon jó volt a közönség, értő közönség volt, és azt mindig szeretjük, úgyhogy meglettek egy kicsit mozgatva, gyerekek is voltak, én ugye bűvészkedek, tehát megpróbáltam egy kicsit a gyerekeket is bevonni a bűvészkedésembe. Remélem, hogy még tudunk ide jönni, máskor is fellépni, és máskor is tudjuk majd szórakoztatni a nézőket itt. Drága hölgyek és urak, barátaink, engedjétek meg, hogy már most, így az elején, pofátlanul megkérdezzen azt, hogy szombat este velünk Terézvárosban. Mennyire érzed jól magad ilyen picikét, vagy ennél jobban nagyon? Csodálatosak vagytok, engedjétek meg, hogy tovább menj be a hangommal, talán elírod a hátra is. Hogyha itt vagytok velünk, mindenki ez a magas beérkezés, és egy jó nagy üvöltést ide föl! Hát de nagyon szépen köszönjük, óriások vagytok! Zenekar, listen! Oh!
Idén vagytok 15 évesek, hogyan indult a zenekar? Hát nem tegnap és nem is a múlt héten, ahogy mondta, 15 évvel ezelőtt egy ilyen baráti társaságból verbúválódott össze egy hétköznapi garázs, ami próbateremmé lett átalakítva, és tulajdonképpen hosszú hónapok teltek el, még nem történt zeneileg nagyon semmi, és aztán az első sikeres ilyen IFA platón fellépés aggregátorról lenyomott buli után döntöttünk úgy, hogy igazándiból lehetne ezzel komolyabban is foglalkozni, és ez 2003-ra datálódik. Egy pár mondatban bemutatnád az együttest? Hát nézd, én azt gondolom, hogy ami nagyon fontos infó rólunk, talán négy nagy lemezünk jelent meg, ebből három platina meg arany lett. 2015-ben pedig a nagy színpad tehetségmutató verseny nyert a zenekar, aminek az egyik díja az volt, hogy Robbie Williams előtt játszottunk a Sziget Fesztiválon, illetve Hollandiában a Eurosonic Fesztiválon mi képviseltük az országot, és aztán jött a Volt Fesztivál nagy színpada, meg a strandon is ott voltunk. Úgyhogy igazándiból szerintem a zenekarnak a mottoja az a leginkább az illene, hogyha egy mondattal kellene összefoglalni, hogy antidepresszáns koncerteket adunk, járjuk az országot, Európát, és ahova hívnak, oda megyünk, ahova nem, oda nem megyünk, csak próbálkozunk eljutni. Szent Teréz szeméből jóság és szeretet sugárzott. Rendíthetetlenül munkálkodott rajta, hogy jobb helyét tegye a világot. A nagy társasági életet élő Teréz szerzetesként is örömöt és vidámságot vitt a körülötte élők közé, hogy a derű uralkodjon a kolostorokban. Mindenek előtt azonban Szent Teréz az ima mestere volt, aki eljutott az Istennel való egyesülésre. Ennek ellenére nem az általa is megtapasztalt lelki élményekben, látomásokban látta a szeretet teljességét, hanem az emberi akarat Isten akaratába való beléhelyezésében. Szent Teréz a rászorulók jótevője, emberek millióinak szolgál ma is példaként. Avilai Nagy Szent Teréz ünnepe nem csak a templomnak az ünnepe, hanem az egész kerületnek, egész Terézvárosnak az ünnepe, hiszen a kerület Mária Teréziáról kapta a nevét, de tulajdonképpen Mária Terézia védőszentje is a keresztségben, ami Avilai Terézünk volt, aki ennek a templomnak és ennek a közösségnek is a védőszentje. A búcsú ünnepével éppen ezért nem csak a templomban szeretnénk megünnepelni a mi védőszentünket, hanem az egész kerület számára szeretnénk, hogy ez a tudomásukra jusson, mit jelent Szent Teréz élete, és mit jelent a védőszentünknek az élete. Ezért van a körmenet a Szentmise után, bent a keresztények, katolikusok a legszentebb áldozat bemutatásával az utolsó vacsorára emlékezve ünnepelnek, utána pedig énekelve, zenélve, egy ilyen színes felvonulás, körmenet formájában pedig a kerület minden lakosa számára vallástól, hovatartozástól függetlenül szeretné megmutatni a mi védőszentünknek az örömét, hiszen Szent Teréz egy olyan apáca volt, akinek öröm volt, hogy Krisztushoz tartozhat, és nem mindig Jézusról beszélt, hanem az élet legapróbb dolgait olyan szeretettel, odaadással és örömmel élte meg, amely hatással volt az egész környezetére. Hát nyilván akkor, amikor sok fájdalmunk, meg sok nehézségünk van, akkor hajlamosak vagyunk lehajtani a fejünket, és nem tudni fölfelé tekinteni. Hát én remélem, hogy ez a mai ünnep abban segít a terézvárosiaknak is, föl tudnak tekinteni egy ilyen nevető, vidám szentre, és egy kicsit segít a gondok megoldásában, és abban, hogy ezek hogyan lehet felülkerekedni. Szent Teréz ennek nagy mestere volt, aki elolvassa az életét, vagy olvas az ő műveiből, biztos, hogy ezt meg fogja tapasztalni. Én így kívánok minden terézvárosinak nagyon szép terézvárosi búcsúi napokat.
nagyon örülünk, hogy kijöhettünk a Terézváros közrendjéért, közbiztonságáért közalapítvány, a rendőrséggel karöltve az idei búcsúra is. Hoztunk különböző kreatív játékokat, kereszttesztet hoztak a rendőrök, és nagy örömünkre szolgál, hogy nagyon jó időnk van. Mindennapos jó tettek nyomán és születhetnek csodák. Erről beszél az idei kitüntetettek elhivatottsága és életútja. Az irántuk érzett tisztelet adta az ötletet, hogy mostantól rövid filmek segítségével mutassuk be önöknek, miért vagyunk büszkék rájuk, és miért éppen rájuk esett a választás a sok kiváló jelölt közül. A remek kisfilmek pedig a 6-os csatorna stábjának munkáját dicsérik. Mint minden évben, ez alkalommal is a búcsún adták át a terézvárosi elismeréseket. Terézváros díszpolgára, posztumusz, Darvas Iván, kétszeres Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze. Terézváros díszpolgára, professzor dr. Prugberger Tamás egyetemi tanár. A Terézvárosért kitüntetést kapta Bódi Csilla, a Bajza utcai általános iskola igazgatója. A Terézvárosért kitüntetést kapta Herzlné Rohonyi Olga, a Terézvárosi Mozgássérültek Egyesületének vezetője. From Pál emlékére dr. Nagy Sándor háziorvos. Terézváros mestere Zámbori Vilmos ortopéd cipészmester. Terézváros sportolója Csabai Edvin, 17-szeres maraton kenu világbajnok. Tulajdonképpen nagyon jól zajlott le a mai díszpolgári esemény, ami minden eddigi díszpolgári eseménynél több volt, talán, ha lehet ezt mondani, a kitüntetettek megünnepléséhez, és azok a kisfilmek, amelyeket sikerült megalkotnunk a 6-os csatornával közösen, azok nagyon-nagyon jól sikerültek, és nagyon jól bemutatták azokat az életútokat, amelyekre büszke lehet egész Terézváros. Rendkívül jó érzések vannak bennem. Egész különleges érzés az, amikor az embert ott ismerik el, vagy ott tüntetik ki, ahol született és ahol felnőtt. Ezt már mondták nekem mások korábban, de most így átélve ezt megerősíthetem, tehát fantasztikus érzés volt, és tényleg a torkomban dobogott a szívem, amikor fölmentem. Bajza utcai általános iskola, akik nagyon szép számmal képviseltették magukat ezen a rangos eseményen. Meglepődtél? Mi volt a gondolatod, amikor megláttad és meghallottad a Bajza himnusz első sorát? Igazából úgy sejtettem, hogy fognak jönni, mert hát ugye a Facebook erre lehetőséget adott, és én ezt láttam, de én ezt nem gondoltam, hogy könnyeimmel küszködtem. Zsófi szólt is, hogy nem szabad elsírnom magam. Hát az öröm könnyei. Az ember érzi, hogy ennyien szeretik, az egy nagyon-nagyon jó érzés. Én igazából ugye talán a színészek érzik azt, amikor a tapsot hallják a színpadon, én ezt most ezt érezhettem meg, hogy ott van egy nagyon nagy szeretet mögötte is, és hát ez felemelő érzés volt. Miért szereti Terézvárost, és miért szereti a Szondi utcai rendelőt?
25-ével lakom itt ebben a kerületben. Nagyon megszerettem így, ahogy van, az utcákat, a házakat, a környezetet, hogy minden közel van, hogy gyalog eljutok a munkahelyemre. De most az utóbbi években tényleg olyan fejlődésen ment keresztül, nincs olyan utca, ahol ne újítanák fel az épületeket. Még a 25 évvel ezelőttihez képest is sokkal otthonosabb és sokkal élhetőbb a környezet. Mit jelent számodra Terézváros, mit jelent számodra ez a kitüntetés? Óriási meglepetés volt, és nagyon-nagyon megtisztelve érzem magamat, mert azért volt meglepetés, mert én ugye, mint a mozgássérültek vezetője, teljesen természetesnek veszem azt, hogy a mozgássérülteken, amit tudok, segítek. És én nem gondoltam, hogy ez egy olyan különleges dolog, ami kitüntetést érdemelne. Nagyon jól esett, és nagyon nagy megtiszteltetés volt ez számomra. Professzor úr, az elmúlt órákban nem kisebb megtiszteltetés érte önt, mint hogy Terézváros díszpolgára lett. Mit jelent ez az elismerés, és mit jelent számára Terézvárosban élni, alkotni? Hát ez sokat jelent a számomra, így büszke vagyok rá. Amikor így elköltöztem, akkor az vezetett engem így, hogy egy kulturális terület, Terézváros egy kulturális, ahol lakom, ott komoly emberek, professzorok, szellemi, a kutatók laknak, és laktak korábban is, most is, és valahogy a légköre ennek a városrésznek egy ilyen szellemileg magasabb, szóval érezni azt, hogy itt olyan polgárok laknak, akik azért akik magukének érzik ezt a területet, és valahogy ez vonzott engem ide. Nagyon büszke vagyok elsősorban édesapámra, mert ő neki köszönhetem, hát nem azt mondom pontosan, hogy vasszigor, de nagyon szigorúan fogott, és nekem tulajdonképpen el kellett sajátítanom a tudományt. Na most ez egy idő után, hál' Istennek ez beérett, mert már 3 kitüntetést kaptam, ez a 4., és nagyon szépen megköszönöm, aki bízott bennem ilyen értelemben, és megkaptam ezt a lehetőséget, hogy átvehessem ezt a díjat. Figyelj, bemelegítésképpen, jó, itt az első sorban már elindult a dühökés. De kicsit hátrébb, középen ott hátrébb. Gyere magasba a kezeket! Felpörög a légzés. Mint egy csillagszórót gyújts fel, szikrázunk az éjjel el. Jássuk el úr, a tényleg most a nyújat. Mint egy csillagszórót gyújts fel, szikrázunk az éjjel. Idei búcsú tematikája a családok évéhez kapcsolódott. Ennek megfelelően több olyan előadó szerepelt a színpadon, akik között valamilyen családi kapcsolat volt. Tulajdonképpen kiemelhetjük a most fellépő együttest is, illetve a tegnapi nap folyamán egy egészen újdonsága szolgálhattunk a érdeklődők számára, ez pedig egy klasszikus kamara együttes volt, és nagyon nagy sikert arattak, teljes családdal vonultak föl. Úgy jut el, tudom, hogy ezt akarod, mert a férc is elgondolk, hogy jöjj most el. Úgy jut el, csak egyszer élünk is gondos, csak egyszer élünk is gondos. Általában kellemes a hangulat ennek a rendezvénynek, szép napsütés, meg a vásárosok, a fűszerillat, a sülő lángos illat, a kellemes zene, különféle műfaj, és hát szóval úgy általában az embereknek kell az ilyesmi. De kicsit jobb volna, hogy több fa volna, de hát ezzel nem nagyon sokat lett, hogy be van építve a város, de attól függetlenül szép azért ez a vásártér, és hát a vidék egy kicsit felköltözik Pestre 2 napra, mert vidéki árusok is jönnek az ország minden részéből, ez is kellemes. Hát
Terézvárosi Napok búcsú rendezvénysorozat utolsó koncertjénél tartunk, utolsó percek, és lezárul az a kétnapos rendezvénysorozat, ünnepségsorozat, amit Terézvárosi Önkormányzata nyújtott. Én remélem, hogy nagy sikerrel a terézvárosiak és a budapestiek, illetve az ide látogatók részére. Nagyon sok megható pillanat volt. Én azt gondolom, hogy ezt a kedves nézők is látják majd, hogy a kitüntetések a legmegfelelőbb helyre kerültek. Olyan emberek kapták, olyan közösségért tenni tudó fantasztikus emberek, akik méltán érdemelték ki ezt a kitüntetést. Most minden, ami én, itt minden, ami én. Érdekes volt a fellépés, mert arra gondoltam közben, hogy nyomom a színpadon, örjöngök, sikítozom, és egyébként meg két sorokkal arrébb van a Madách Színház, ahol egyébként, hát azt gondolom, hogy most az elmúlt fél évben majdnem minden este játszottam. Úgyhogy egy különleges élmény volt a mai, és hát különleges élmény abból a szempontból, hogy mennyire más volt, hogy ugye a Madách Színházban ülnek az emberek, a végén tapsolnak, most meg nekem arra kell törekednem, hogy folyamatosan az emberek intenzíven táncoljanak, örjöngjenek, imádják a koncert, imádják minden hangját a koncertnek, és jó volt, hogy a végén tényleg azt éreztem, hogy rengeteg külföldi volt egyébként, tényleg azt éreztem, hogy egyszer csak egy nagy tömeg, egy nagy masszává alakul a közönség, és együtt énekelnek, együtt táncolnak, még ha nem is tudják a szöveget, úgyhogy azt éreztem, szóval tényleg szoktuk mondani, hogy ez egy bíbős család egyébként, tehát hogy a bíbős család, és koncerteken szoktuk mondani a végén, hogy köszönjük szépen a bíbős családnak, hogy ilyen jól érezték magukat, hogy itt voltak, hogy szerették a koncertet. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy amikor arra gondolok, hogy családok éve, akkor a bíbős család az egy jó emlékként fog felbukkanni majd, amikor visszagondolok arra, hogy a Terézvárosi búcsón itt volt a Biebers, kimentem, vagy ismertem őket, vagy nem ismertem őket, azt éreztem a végén, hogy ez az. Mi tényleg egy család lettünk a végére. Táncoltunk, énekeltünk, és ez az, amiért jöttünk. De Tampi nem tudta, hogy hozzám indulta. Ha nevem se tudod még, de úgyis nyert a legnemény. Kinyújt a tóróban, fekszünk az ágyamban. Nem kell, hogy elmondja minden, minden, ami én. Most minden, ami én. Lassan 25 esztendeje dolgozom a szociális ágazatban, és nagyon sokszor tapasztaltam a beszélgetéseim során, akár ismerősökkel, akár a munkám iránt érdeklődő laikusok részéről, hogy mindig feltették azt a kérdést, hogy jó, szociális munka, de pontosan mit is csinál egy szociális munkás? A szociális munka területe egy nagyon-nagyon széles terület, nagyon sokféle nehézséggel, problémával küzdő emberek próbálnak meg a területen dolgozó szakemberek segítséget nyújtani.
családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek átmeneti gondozását nyújtó ellátások, de a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények, mint például a bölcsődei intézmények is a szociális gyermekjóléti területhez tartoznak, és hát folytathatjuk a sort a szenvedélybetegekkel, fogyatékosokkal, pszichiátriai betegekkel, szociális segítő munkaterületével, és nem utolsó sorban az idős gondozással. A szociális munka a társadalom egészét átöleli. Jelen van a születéstől egészen a halálig. Mi az ellátottak egy olyan életszakaszába kapcsolódunk be a szociális munkával, a segítés és a gondoskodás folyamatával, amikor érettük egy fordulóponthoz érkezett, és itt most gondolok például az öregedésre, amikor önmaguk ellátására már nem képesek, és a mindennapi életvitelükben a higiénés szükségletei kielégítésében a gondozónőink segítségét kéri, vagy a nappali ellátás az idősek klubjába szeretnének egy olyan kulturális pluszt kapni a mindennapjaikhoz, hogy ne magányosan a társadalmon kívül csak a lakásukban töltsék az életüket. A Terézvárosi értelmi sérültek napközi otthonához forduló segítségkérő családok elsősorban azzal a problémával jelentkeznek nálunk, hogy sérült hozzátartozóiknak a hétköznapokban nyújtsunk segítséget. A Terézvárosi Család és Gyermekjóléti Központ családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, családok átmeneti otthona ellátás feladatait végzi. Ennek keretében akár a felnőtt rászoruló személyek, akár a családi nehézséggel, problémával küzdő gyermekek segítséggel fordulhatnak intézményünkhöz különböző nehéz élethelyzetükben. A bölcsődék is ugye a szociális ellátáshoz tartoznak, ez egy jóléti alapellátás, tehát ugye főleg a dolgozó szülők gyermekeit látjuk el, de egyéb esetekben szociális rászorultság alapján is vehetünk föl gyermekeket, így például van ellátottunk a családok átmeneti otthonából, illetve olyan helyzetbe kerülő családok, ahol egyedül marad az édesanyja a gyermekkel, egy hirtelen helyzet adódik. Ugye ez is már egy szociális rászorultsági alap, tehát ebből adódóan egyből, vagy legalábbis mi hamarabb igyekszünk neki helyet biztosítani. A szociális munkások feladata, hogy felrázzák a világot a közönyből, megváltoztassák azt a vélekedést, amely szerint nincs kiút a nehéz helyzetből. Minden ember úgy érzi, aki ebben a formában és élethelyzetbe kerül, hogy egyedül marad. Most a szociális munkások olyan empatikus készséggel, olyan érzékenységgel és olyan szakmai tudással rendelkeznek, hogy tovább tudnak jutni saját személyiségükön, és meg tudják érteni a másikat, és mindenféleképpen a segítésre és a segítségre törekszenek. Terézváros önkormányzata a területen dolgozó szakemberek munkájának elismerésére egy emlékérmet alapított, és az a megtiszteltetés érte a mi intézményünket, hogy az idei évben ezt az érdemrendet, ezt a kitüntetést munkatársunk Zombai Tamás kapja meg. Terézváros szociális segítőjének emlékére. Zombai Tamás. Zombai Tamás 1994 óta dolgozik a 25 éves működését és fennállását idei évben ünneplő családok átmeneti otthonában Terézvárosban. A családokkal könnyen teremt bizalmi kapcsolatot, a felmerülő problémákat empatikusan, türelemmel beszéli meg az érintettekkel. Családgondozói munkakörének feladatellátásán túl, hasznosítva a felsőfokú szociális végzettsége mellett meglévő pedagógusi szakképzettségét, rendszeresen korrepetálja, tanulmányaiban támogatja a tanulási nehézségekkel küzdő bentlakó gyermekeket. Emellett szervezi, koordinálja a szintén a gyermekek felzárkóztatását önkéntes munkával segítő gimnáziumi tanulók tevékenységét is. Az országban elsőnek nyílt meg ez az otthon, ami teljes családokat, tehát szülőket gyerekeivel együtt tudja fogadni. Ez akkor különösnek számított, ma már
mindegy 150 ilyen jellegű intézmény van az országban. Számomra mindig öröm, amikor azt érzem, hogy egy gyerek úgy kerül ki innen, vagy amikor itt van, úgy érzi, hogy biztonságban van, és hosszú távon rendeződni látszik a sorsa. Ez akkor képzelhető el, hogyha a lakhatása az valamilyen téren megoldott. Ha arra gondolunk, hogy milyen környezetből kerülnek ide, hogyan élték át a gyerekkorukat, mennyi bántalmazás, mennyi probléma végigkísérte az életüket, és nagyon gyakran hiányzott a fix pont. És talán ezt tudjuk nyújtani. Ami az intézményünknek egy ilyen különlegessége, hogy mindig is törekedtünk arra, hogy valódi esélyt nyújtsunk. Mindenkit megillet, hogy családban nőjön föl. Mindenkit megilletne azt, hogy szeressék, hogy emberként bánjanak vele. Ha ezt tudjuk adni, akkor ezzel szerintem nagyon sokat tudunk lendíteni. Azt gondolom, hogy a szociális munkának ez egy olyan területe, ami nagyon sok szépséggel van megáldva, és nagyon sok nehézséggel is. Bőte Csabának van egy olyan mondata, hogy egy gyereket nem lehet jóvá verni, csak jóvá szeretni. Tehát az a szeretet, az a fajta odafigyelés, amit a gyerekeken keresztül a szülők megéreznek, és a szülők meg tudnak változni. Azokat a dolgokat, amiket ők saját maguk hoztak otthonról, azok közül ki kell tudják válogatni, hogy mi az, ami segíti őket a további életükben, és mi az, amit el kéne hagyniuk. Egy ideális világban a média célja is egy ponton összeér a szociális ágazatban dolgozók munkájával. Olyan témáknak adni örök érvényű lenyomatot, amelyek a jövőre is hatással lehetnek, elismerni és archiválni az értéket, és megőrizni az utókor számára digitális formában. Az idei szociális munka napján alapítottunk egy televíziós időkapszulát, melyben az alábbi gondolatokat küldjük a jövő generációinak. Az időkapszulába azt a kívánságomat helyezném be, hogy amíg ember él a Földön, addig ez a terület, ez a szociális ágazat és ezek a szociális szakemberek létezzenek, és ha problémával találjuk magunkat szembe, akkor ne a szánalom vagy az együttérzés legyen feltétlenül az első érzelem, hanem az odafordulás, a segíteni akarás, mert ez adja a mi szakmánknak az alapját, a lényegét. Figyeljünk egymásra, figyeljünk a körülöttünk lévő környezetre, és az empátia, ami most úgy érzem, hogy egyre kevésbé található meg. Mindenki úgy élje a napi életét, és úgy végezze a munkáját, úgy gondoskodjon a szeretteiről és a rábízott emberekről, ahogy azt ő is elvárná majd akkor, amikor neki a legnagyobb szüksége lesz az életben arra, hogy segítséget kapjon. Nem a pénzről szól, nem a siker vagy az elismerésnek a hajhászásáról, hanem valami egész másról. Én azt gondolom, hogy ennek a munkának értelme van, és valami igazán jót és hasznosat tudunk csinálni. A lényege a szociális munkának tényleg az, hogy lehetőséget adjunk, és az önkormányzatunk ebben én úgy gondolom, hogy élen jár. Ez köszönhető annak is, hogy a szociális osztályon lévő dolgozók is, és különösképpen a vezetője is fantasztikusan nagy tudással és nagy empátiával rendelkezik ez a szakterület felé. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt a területet én ilyen kis porszemként megpróbálom segíteni. Fejet hajtok minden olyan kollégánk és ember előtt, aki ezt a szakmát műveli és bírja, és minden olyan közös beszélgetésre, amit egy ilyen konferencia lehetőséget nyújt, és egy ilyen napnak, a november 12-ének, ami azt hiszem 1997-ben történt, erre való utalása és erre való megemlékezése, hogy erre milyen szükség van, és hogy igazán társadalmi megbecsülés ezzel foglalkozó embereket megilleti.
Kedves nézőink, ez volt mára az Ez történt az évben című összeállításunk. Megköszönöm még egyszer Szalai Zsoltnak a sok munkát, az összes munkatársamnak azt a hihetetlen sok háttérmunkát, amelyet önök nem láthatnak, de a végeredményét a képernyőről láthatják. Remélem, hogy jövőre találkozunk ismét a képernyők előtt. Kívánok mindenkinek áldott 2019-es esztendőt, viszontlátásra. És 2019-ben ígérjük, mindenhol ott leszünk, amit Terézvárosban történik, a viszontlátásra.